Sziasztok gyerekek, üdv a Chatting Keeper, jelentkezik a következő 7 Days to Die résszel, amiben megint egy csomó mindent fogunk csinálni, és írtatok egy csomó kommentet, azt majd fogom folyamatosan prezentálni felétek, akkor, hogyha mindjárt várjatok, mert közben itten ténykedtem, én már ugye ide jöttem, és kellene csinálni néhány javító készletet, meg kellene majd egy csomó nekünk, szerintem, tudjátok, hogy mi, vas meg mindenféle, még mindig képzeljétek, olvad befele ez. Oda nézzetek, itt lesz egy csomó ironunk, meg lesz egy csomó clayünk, meg lesz egy csomó, ugye igen, tudom, a izét is be kell mindig olvasztani. Mondtátok ezt is, mert ebből lesz a lőszer. Viszont tényleg a skill pont elosztással kapcsolatban is majd mindjárt fogok beszélni egy-két dologról. Közben én meg itt nekiálltam a csontból csinálni glút, mert szükségünk lesz minél több duct tape-re. Meg még beraktam főni vizet, meg beraktam főni 26 darab kávét, mert ugye az se ártana. Figyeljetek, először is kellene csinálnunk nekünk valamit, mert mondtátok, hogy azért ezt már csináljam meg, mert egyszerűen retteltesen zavaró, hogy nem csinálom meg ezt. Ezért nem tudok csinálni. Steelet? Tudok csinálni steelt? Az a baj, hogy steelhez nincsen acélom, úgyhogy... Úgyhogy ezt fogjuk csinálni. Ezt megtrekkeljük, mi kell hozzá 35 darab fa. Jó, mondtátok, hogy ez már retteltesen zavaró, hogy én ezzel itt görcsölök. Szerves craft, bőr, duct tape, azt meg kellene craftolnom. Igen, az meg kell... Várjál, de nem lesz... Van, várjál, lehet, hogy van, lehet, hogy van. Nincs semmi duct tape-em. Az nem jó gyerekek, úgyhogy az kellene nekem, csak az lesz a baj, hogy gloom az van, de rongyom szerintem nincsen. De van, jó, de nem lesz annyi biztos vele, vagyok benne. Úgyhogy ebből craftolunk. Ej, figyeld, hallod, nincs elég rongyod. Hát az anyád úristene. Na, rongyot azt kell szereznünk. Látjátok, ilyen problémák merülnek fölné a keepernél. Ja, meg nincs elég vasam se, úgyhogy azt is kellene olvasztani. Egyébként azt nem ártana nekiállnom olvasgatni, ugye, a vasat, mert az mindenhez is kell, és igazából egy 200 darab minimum legyen a... készen létbe. Szóval oké, akkor eddig ennyi elég. Annyi, hogy kellene nekünk, jó, a duct tape az elkészült, de azzal egyelőre nem megyek semmire, hanem ki kellene pakolnunk a dolgokat. Szelves craft, nekünk van vasunk, és van a fánk. Fánk az nagyon jó. Ja, csináltam néhány javítókészletet egyébként, mert ugye mindig folyamatosan satnyulnak el ezek a dolgok. Pénz egyébként nagyon jó lenne, mert lehet, hogy tudnánk jó dolgokat venni. Ha várjatok egy dolgot, azt mindenképpen el fogok vinni, nem a weaponből, hanem nem is a toolsból, hanem az armorból ezt, mert akkor ezzel jobban tudok bartelezni. Úgyhogy ez itt mindig maradjon nálam. A dolog, amivel szembesültem, meg igazából amit írtatok, hogy az a nagy probléma, hogy nem fogok tudni ammót lőszert csinálni, mivel még nincsen chemical stationem, és nem fogok tudni csinálni, de várjatok egyelőre, azért mondjuk valamit kéne csinálnunk. Nem fogok tudni csinálni puskaport. És mondtátok, hogy ezért nem fog egyelőre nekem működni az, hogy én lőfegyverrel akarok érvényesülni teljes mértékben, úgyhogy nem hülyeség az, hogy egyelőre a kalapácsot is meghagyjuk. Mert különben igazából nem fogok tudni mit kezdeni, úgyhogy ezzel valamit kéne csinálni. Itt viszont... Aha. Ezek még lokkolva vannak. Mondtátok, nézzek rá, hogy tudok, nem-e tudok HP-sat csinálni, de nem tudok még egyelőre. Úgyhogy akkor csak a simát tudom csinálni, meg tudok ilyen AP lőszert csinálni. Ezt se tudok csinálni. Ilyen nem tudok semmilyet csinálni, csak simát. Jó, viszont ezt lecraftolom. Mi fog elfogyni nagyon hamar? Gunpowder. Vagy gunpowder. Ez a probléma, ugye, hogy nem tudok elég lőszert csinálni, és hogyha nem tudok puskaport csinálni, akkor nem tudok lőszert se csinálni, csak mert igazából azt nem lehet bányászni, hanem azt ugye úgy kell csinálni nitritből, meg az Isten tudja még miből, nem? Szóval ez így egy nem jó működő dolog egyébként, ezt ezután ide fogom rakni. Ja, nem működik akkor ez nekünk, mert nem lesz elég lőszerünk, mert most például van összesen mennyi? Ennyi lőszerünk van ehhez a fegyverhez,
És az rettenetesen kevés. Úgyhogy itt ezt mindenképpen máshogy kell ezt alakítanunk. Jó, javítókészlet van nálam, ezt mondjuk akkor még egyelőre megjavítjuk. Küljel. Ugye. Igen, meg fogom javítani, Viola Bence írta, hogy jó lenne megcsinálnám a bázisnak az alját, mert bele vannak, beleveregettek. És nehogy az legyen, hogy nekem, nekem szét fogják verni. Jó, meg a kalapácsot azt bekeszkrepeltem akkor, amikor a nélgánom meglett. Elfelejtettem, bazá! Egyébként olyan dolgok feledékeny vagyok néha, meg igazából pörgök, aztán nem is ott jár az agyam, amit csinálok sokszor, aztán amiatt is történnek ezek a dolgok. Na, viszont azt hiszem elvileg a Szervetlen Craftba nálunk van üzemanyag, úgyhogy az jó dolog, akkor azt levisszük a motorhoz. Egyébként felhordtam mindent. Mindjárt indulunk lefele. Ja, el van törvelkezünk, vagy mi az, nem gáz, vagyis meg van még karcolva, azt hagyjuk meggyógyulni. Nem fogjuk elhasználni ugye a... hány darab? Három darab ilyenemet, mivel az kellene. Az jó lenne, hogyha megmaradna. Oké, így akkor egy kb. Fel vagyunk is kész, fel is vagyunk készülve. A skill pontokat kellene elosztani ugye. Mondtátok, hogy én nagyon jól elsiklottam a Big End Fest mellett, ami adja a... ugye nekünk az attack speedet. Fú, gyerekek, viszont ugye beszéltünk arról, hogy a machine gunra is tök jó lenne pakolni. Egyébként azt mondtátok, hogy nem olyan rossz az, hogyha azt csinálom, hogy majd mind a két ágat így próbálom húzni, úgyhogy nyugodjak meg, nem kell bereszetelnem egyelőre a skilljeimet. Meg igazából nem is nagyon lenne érdemes bereszetelnem, mert nem nagyon tudok vele mit kezdeni azzal, hogy nincs lőszerhiányba szenvedünk. Mert nem tudunk lőszert csinálni, és igazából annyit nem ad, hogy minden helyzetbe tudjak gépfegyvert használni, látjátok, teljesen le vagyunk lakva lőszerügyilag, ami nagyon nem jó. Jó, Big End Festet mondtátok, hogy ezt kéne nekem kihúzzintanom, igen, ide még kellene majd egy pont, és akkor gyorsabban ütök a kalapáccsal, az volt a bajom nekem, hogy azért ütött lassan. Mellette fogjuk használni ezzel ezt a fegyvert is, hát figyelj, meg is javítom, legyen akkor már fullos. Fogjuk használni ezt a fegyvert is, de erre szükségünk van az olyan helyzetekben, amikor nincs szükség erre, akkor ezzel kell érvényesülnünk, mert egyszerűen nincs annyi lőszerem, és ezt így most már látjátok talán, hogy konkrétan SMG lőszerem lenne ugye 9 mm-es, meg a másik, de hát az is csak azért van, mert ugye nem használtam el. De nem használom, szóval ennyi lőszerrel nem lehet elmenni bucsúba, 300 lőszer sincsen meg. Szóval értitek, hogy ezzel mi a probléma. Problematika, megyünk le, aztán megyünk ám veretni. Egy dolgot mondtatok, hogy figyelj, ha meg annyit megcsináltam, srácok, hogy gameplayen kívül kicseréltem, most már Raider bootsom van, meg Raider bootsom van, jó. Kettő alkatrész kellene, a kesztyű, meg a fejes, és akkor full set nem lenne, és akkor kapnék valami bónuszt is. Ugye, set bónusz effektet megkapnám, azt azért értékelni a keeper, úgyhogy ezt mindenképpen kellene nekünk. Ja, úgyhogy csináljuk a dolgokat, egyébként holnap már megint zombi horda nap, arra fel kéne, egyébként tudom, hogy reked vagyok, tök idegesít engem is, visszahallgattam, nem is tudom a szaszás videót, és ilyen passzus, ilyen tök mély hangom volt benne, szinte ilyen majdnem érthetetlen, ilyen charlis hangom van, komolyan ilyen recseg, szó szerint recseg, ez egy kicsit idegesítő ez. Na, nézzük meg, hogy nincs valami jó cucc elvileg, még nem nyitott ki, tankoljuk meg akkor a vördát. Ugye a motorbecseklét. Ilyenkor mennyire tankolja meg? Nem teljesen, ugye? Ja, motorbiciklivel megyünk, nem is el is felejtettem mondani. Kettő darab tervem van egyébként a mai napra. Fogom majd mondani. Mi a pöcs? Ennyi volt az a rengeteg izé? Rengeteg üzemanyagnak is nyitott a trader. Azt hittem, hogy még marad belőle. Na jó, 25. Oké, gyerekek, megyünk, azt megnézzük, mi van eladó. Ugye, hogyha Ranger Armor van, akkor azt megvesszük. Meg hogyha olvasztó kemencében van ilyen, mi az? Tudjátok, mi az a vödör, akkor is, azt is megvesszük. Meg hogyha van varókészlet, azt is megvesszük. Úgyhogy ezek mennek meg a bárányfelhők. Itt úgy látom, hogy ez abszolút nem adja. Armor. Ja, Raider, nem Ranger. Hát ezt cseszhetjük akkor. Még nagyon gyorsan végig futok itt. Rajt. Jó, ilyet tudnék venni, igen, tudom, de nem akarok rá pénzt költeni. Itt egy ötös, figyeld, hallod? Itt egy ötös.
5900, mondjuk azt lehet, hogy meg fogom venni, ugye az, annál jobb nem is fog lenni egész addig, amíg nem tudok 6-osat craftolni. Hú, gyerekek, ezt megveszem, bazz, ezt megveszem. Ez a fullos, ez a fullos. Gyerekek, power attack, mennyi az enyémnek? Aha. Max durability, block damage, mindenre ad. Hát figyeljetek, ezt meg fogom venni. Most figyelj, tuti az, hogy ez lesz, hogyha megveszem. Akkor majd be fog esni valami nagyon jó dolog. Ja, ezt akarom, hogy ezt átmodolom. Igen. Jaj, de nagyon örülök. Na, ennek örülök. Azért ez most akkor mondhatni, majdnem nyílem van. Nem 6-os, de 5-ös ugye. Mennyit ér ez? 271-et. Hát lehet, hogy eladom, mert ugye ilyen hammer alkatrészek jönnek belőle csak akkor, úgyhogy az annyira nem érdekel engem. Jaj, basz meg, izét föl kellett volna venni a szanglaszt. A rohadt életbe olcsóban adta volna, mi? Jó van, basz meg. Kurva élet. Na most megint jön a lecseszés. Na jó, annyi baj legyen. Mi ez mod? Azt hittem, hogy izé mond. Jó van, menjünk tovább. Jaj, föl kellett volna vennem a rohadt napszemüveget. Milyen fécsa van itt? De egyébként ennek akkora damage-e lesz szerintem, hogy az nagyon jó. El kéne mennünk a régi bázisunkhoz, meg még valamit kitaláltam. Azt a két dolgot akarok megcsinálni. Motorra megyünk, úgyhogy elég gyorsak leszünk. Bazza, fel kellett volna venni, olcsóbban kaptam volna, meg mondjuk ott rohadjon meg, komolyan mondom. Régi bázis. Jobban mondva, Trader General-hoz akarok menni. És meg a régi bázishoz is nyilván. Csak amiatt, mert írtátok, hogy ott valószínűleg maradtak ilyen varókészletek, mert azokat ilyen trash itemnek nyilvánítottam én még régebben a játékban, és nem gondoltam bele, hogy azok így kellenek, és valószínűleg, hogy ott hagytam. Nem is tudom, Demon Hill írta szerintem, hát remélem, hogy igazad van, testvérem. Egyébként nincs messze, főleg motorral, ja meg majd modokat meg kell nézni, hogy esetleg jármű modokat nem-e tudok szörözni. Egyébként lehet, hogy ennél volt mennyi, de pénzem maradt 784. Jó, ne, annyi baj legyen, srácok. Meg akkor minden itt, ami van, azokat már tényleg tüntessük el, maximum eladjuk. Fölveszem a napszemüveget, nem tudom, azt a napszemüveget valahogy ki kell írnom ide magamnak. Annyira soha nem csináltam ezt, aztán full elfelejtem. Pedig direkt izétem elhoztam, mondom, úgy fogok üzletelni. Hát lehet, hogy megkaptam volna egy hány százalékkal olcsóbban? 8%-kal olcsóbban megkaptam volna, az 500. Nem, kevesebb, mint 500, ja, ugye 400, jó, 400 coinnal kevesebbért kaptam volna meg, 400, szóval nem, nincs világvége, gyerekek, nincs világvége, nyugalom van, mert 10, nem is tudom, 5000 volt körülbelül, ugye, és 8%-a, 10%-a lenne 500, 8%-a az tényleg ilyen 400 körül van, vagy talán még, hát körülbelül annyi, úgyhogy annyira nincsen nagy problém, jó, srácok, nyugalom, nem kell egyből meglincselni a keepert. Nem kell seggét elverni, mert 400 coin-ot vesztettünk. Nyilván egyébként nagyon jó lenne, hogyha ilyen 400 coin plusz is néha pont arra van szükségünk, de... Tyúú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 ú
problémás. Nem hoztam magam a kaját, mi? Nem baj, veszünk majd valamit, vagy nem tudom, valamit okozunk. Egyébként igen, jövünk vissza egyből valószínűleg, nem fogok Trader Jane-nél küldetéseket csinálni. Van itt egy katonai bázis közvetlen a bázison mellett. Azt is tök meg sassantanám, hogy mi van vele. Tényleg most azért jövünk el, hogy gyorsan túl legyünk ezen a lutolás mizérián. Mármint, hogy itt idegesít. Most beleültette démonhíl a fülembe, hogy itt volt nekem ilyen baró készletem. Hát nem tudom egyébként, nem vagyok benne biztos, de én hiszek neki. Reméljük, hogy ez így is lesz. Figyelj, itt egy katonai jármű. Ezt kilutolom. Ezek a katonai dolgok, ezek annyira érdekelnek, mert mindig abban várom, hogy valami jó weapon lesz belőle. Két krumpli, az is jó. Gyerekek, egyébként ez a fegyó, ez jó. Ezt elmondom nektek, ez a fegyó, ez jó. Alud, a saját autójukat szétverik be azon. Van itt valami loot? Lehet, hogy van valami. Jó, menjünk a francba, megint elterelődik a figyelmem a fontos dolgok után. Mi volt ez? Valaki lángoló nyíllal lőtt utána, vagy mi volt?
Ja, olyan mutáló hangom lett, basszus, be vagyok rekedve, nem tudom, nekem járom mindig izém van. Megfázás, betegség, minden szar, nem tudom elképzelni, hogy miért. Ja, akkor most van egy ötös acélhammerünk. Ennél jobb csak a hatos, ugye? Tényleg, nincs ennél jobb. Szóval ezzel már valószínűleg tudunk normálisan érvényesülni. Hát ennél jobban nem érvényesülünk semmivel, mármint még egy attack speedet tudnék rakni, és akkor nyílen van ugye ez a skillöm. Meg igazából ez az ágam. És ennél jobb akkor nem lehet. Esetleg jobb izéket, modifikációkat majd megnézzük, hogy nem-e tudunk találni, vagy hogyha találunk, akkor azokat beimplementáljuk. De addig szerintem el leszünk ezzel. Muszáj, mert nem lövöldözhetek állandóan. Tényleg nem lövöldözhetek állandóan. Mert nincs elég lőszer. És figyeljetek, jön egy zombi szembe, akkor ne az legyen, hogy azt is fejbe kell előröm, mert igazából nem értek semmilyen melee weaponhoz, hanem akkor az tényleg az legyen, hogy akkor az tudjam nagyon csapni. Egy ütéssel is nagyon tudom ütni, ne pazaroljam a lőszert. Ja, meggyőztetek egyébként, hogy ne pakoljam szét megint a skilleket. Esetleg, hogyha kapunk majd valamilyen jó fegyvert, akkor lehet róla szó. Ugye még korán sincs, nem hogy vége nincs a játéknak, de még közelébe sem vagyunk az endgamehez, amikor több száz napig fogjuk itt még húzni, és ugye akkor már tényleg ilyen epic jó cuccokkal, M60-as gépfegyverrel, meg automata shotgunnal fogunk darálni. Na gyerekek, gyorsan körülnézzük mindenhol, jó? A Jenny előtti ládát is megnézzük, azt se felejtsük el. Úgyhogy, igen. Minden értelmes, meg minden nem értelmes dolgot ki fogunk szedni, a nem értelmes dolgokat, ezeket eladjuk. Ez a projektban. Fuck yeah! Úristen, itt hagytam ezt a piramist. Most meg már ilyen elhagyott piramis feelingem van. Tök durva lenne, egy belennének spawnolva van zombik, nem? Most meg már az lenne egy ilyen. Jó, viszont az tök jó, hogy a staminára is raktam, elég jól tudok sokáig futni, anélkül, hogy ugye elfáradna a karakterem, azért ez is egy jó dolog. Na várjál, hol voltak? Mi az, amit érdemes lenne még elvinni? A bőrt érdemes? Na mondjuk azokat meg akkor adjuk el, nem? Figyeljetek, vegyünk fel mindent, megnézzük, hogy... Figyelj, elviszek mindent, leszonom. Annyi alkatrészt, dick. Motorba is tudunk pakolni, ne felejtsük el. Azt a bőtjár! Oda néz, 15 darab! Demon Heal! Hogy a szömöd álljon meg! Nerd Boots. Ezeket eddig soha nem néztem. Ötös pisztoly. Gyere hozzám sok kacat! Ezeket ugye tök jó lenne eladni. Mondjuk figyelj, mi az, ami nem ér semmit, ugye? Aminek nincsen price ott fönt. Azokat akkor nem viszem. Jó, 10 price. Bazzom, mi az, amit ne vigyek? Ennek ez 24-et ér. A szemüveget, bazzom, már most felveszem, hallod? Elfelejtem. Jó, gyerekek, hát itt van minden, mind a bucsukba, bazze. Ezeket mit érnek? Ennek nincs ára. Ennek sincs ára. 35, 53, 21, 28, 300, júj, 20. Figyelj, tényleg, ami... Az a baj, még a tollat is meg... Na, ezt kidobom. Jaj, az a baj. Igen, ennek nincs ára, ennek nincs ára. Ennek 127. Mi forduljunk még egyet, igazából nincsen messze. Nézzük meg, hogy van itt még valami. De szerintem egyébként már... Itt full nem lesz semmi. Ó, Demon Heal, bazzel. Jól mondtad, 15 darab itt maradt, testvérem. És akkor le tudom craftolni szerintem már izéket, a maradék kettőt. És akkor meg lesz a set effectem. Ejj, hogy a szemed álljon meg. Ne vigyorogjál ott a izé előtt. Ne vigyorogjál! Jó, nem a hátulján kellene. De miért akarok fölfele menni, lefele menjünk, gyerekek. Jó, azt csináljuk akkor, kiviszem a motorba. Máshol elvileg nincs is cucc. Kiszórtam jó azokat, aminek no price volt, ugye nulla price-a volt, azokat kidobáltam. Viszont mindent, ami nem kell, most ilyen, mit tudom én, pipe pisztolyok meg ezeket, én el fogom adni, nem fogok itten tökörészni ezzel. Sőt, lehet, hogy el is fogunk menni most. Elmenjünk most.
Figyelj, elmegyek így, aztán visszajövök. Meg megnézzük akkor Jenny előtt, meg megnézzük, eladjuk a dolgokat, ugye föl is vettem, jól van. Hogy van-e rá a eladó? Mert ugye ő egy ilyen orvos, azt hiszem. Doktor néni! Doktor néni! Na várja. Bocsánat. Jó, ezt marad. Ezeket ma hagyom, de viszont én nem szeretek gránátozni, megmondom őszintén. Úgyhogy az megy, ez is megy. Fönn van rajtam a izé? Meg úgy kikapok, fönn van rajtam, jó. Ez is megy. Az nem kell. Jó, akkor kidobom, figyeld. Ja, azért, mert le van szedálva szerintem, kommandó. Kommandó outfit, azt néztem egyébként, a kommandó set viszont izét ad, ilyen ranged bónuszt, meg tök jó dolgokat. Úgyhogy a kommandó outfit is tök jó. Minor helmet. Jó, ezek egyesek ott rohadjanak, meg tudok csinálni. Van 14 ilyen armor parc is itt. Jó, ezeket a parcokat, azokat meghagyjuk. Ezt eladom, mert az biztos, hogy nem kell. Ez meg valószínű, hogy kell. Műanyag egy csomó mindenhez kell. Kerekeket is meghagyom. Figyelj, most egyelőre nem festegetek meg, szerintem van otthon is. Nem tudom, hogy használódik el, de ott rohadjon meg. Jó, nézzük meg, hogy van-e nála. Mennyi pénzünk lett? 2000. De jó. Igen, akkor ő neki mind, ami elő van, azok a izé specialitásai, ugye? De is figyelj, pont az nincs, hogy a szemed álljon meg, te nő. Nincsen izéd. Banker, Miner, Raider. És az a baj, hogy a Raiderből minden, mindig csak... Itt a Glovesje. De viszont ez egy kettes, szerintem én meg tudok jobbat, ugye? Nagyon gyorsan nézzük meg, ne tököljünk. Elvileg. Armor. Heavy armorból tudunk ötöset csinálni, gyerekek. Ne vicceljél, már hallod? Tudunk ötös heavy armor csinálni, úgyhogy az teljesen jó lesz. Mit akartam? Ja, ízét akartam megnézni. Az nem szokott náluk lenni? Ez az armor... Készítő készlet, tudod melyikre gondolok? Azt mindig benézem ennek, azt varókészletnek, de nem az. Nem, nincs. Ötöset tudok csinálni, akkor mindenképpen craftolunk. Mennyi kajánk van? Ja, nem bírjuk még, semmi gond nincsen. Gyorsan kimegyünk szembe, megnézzük, hol árában maradt-e valami. Azt hozunk a Prágba ám. Csak ezért jöttünk, igazából leginkább azért a mozzagokért. Vagy mi az, kötőkészletére. Figyelj. Azt a betyár úristenedet, mi van itt? Itt is van 4. Wow! Te hülye vagy! Kurva jó, bazze! Hol a motorom? Na, figyelj, megnézzük, megint eladjuk. Aj, bazze, mennyi cucc, te Isten! Hallod, lett hirtelen 19-em? Hogy álljon meg téged a Mário Pócsi Szűz Mária, vagy nem tudom, hogy mi ki van ottan. Könnyező Szűz Mária, áldjon meg, Demon Hill. Király mód. Na nézzük, mit kéne eladni megint. Fú, te, az a baj, hogy egy csomó minden majdnem megtartani. Wheel. Hát ez például 4 darab, jó, 4-et ér. Jó, ez mondjuk ez nagyon nem kell, ez is menjen a levesbe. Figyelj meg, egy darab kávé magaszt hadd ne domináljon nálam. Ez is mehet, ez milyen? Enforcer. Jó, nem kell nekem Enforcer outfit. Szerintem remélem, hogy nem adok el rosszat, mert úgy kikapok. Jó, műanyag az marad, minden marad, jó. Egyébként rongyom az nagyon nincsen. Úgyhogy rongyot kell majd farmolnom. Szerintem. Jó. Igen, én is köszi a bizniszt. Lehet, hogy elmegyek a motorért, itt hátul van, és akkor átmegyünk, és erről meg kijövünk. Na, ezért költöztünk el innen. Nézd meg, esős, meg állandóan ilyen fosidő. Napszemüvegbe veretjük, gyerekek, nagyon kemények vagyunk. Drambo 3, bazze. Tényleg napszemcsibe, figyeld. Wow. Tiszta penge, nem?
Láttátok az új Deadpool filmet? Kurva jó. Nézzétek meg. Az új Alien film, ott is mennyi, fú, mennyi minden. Mennyi minden jó dolog. Ja, mert a motorba is szer egyébként rohadt sok dolgot be lehet pakolni. Ezt is felejtette a képen, mondjuk ezt pont nem akartam. Meg ezek a hülye ambient, vagy ezek a hangok, ezek is tök szarok. Oda nézz a 19 darab. A 19 darab cuccocska, a keeper tiszta, boldogocska. Királymódok vannak itten, mehetünk haza, mostan fitten. És csinálhatjuk az ármort. Még visszamenjek itt, még maradék cuccot elhozzam. Akkor ki le lesz tudva, akkor itt, ezt ne felejtsük el, hogy itt nincs egy bürös szar se. Jó gyerekek, csak úgy szépen fejezzük ki magunkat. Jaj, le tudom craftolni. Baze, az lenne jó, egy fullos setet le tudnék craftolni. Ötöset. Öcsém, akkor olyan lennék, mint a Terminátor. Nem izé, nem élőszövet a belső fémvázon, hanem fémváz az élőszöveten. Terminátor-e. Én lennék az orosz Terminátor. A Terminátor-e. Jó, hát vigyük, bazze, vigyük. Most már tényleg átnézek mindent. Még egyszer, fém nincs, eladó cuccok nincs, kő nincs. Oké, facusz, itt volt még valami, nem? Nem volt. Jó, itt meg megnéztük, azok a ládák, azok meg ott rohadnak meg. Zombieland felirat, dick. Tudod, mit kellett volna dobni egy-két ilyen izét, ilyen dinamit rudat ide, bár azt hiszem, hogy az lehet, hogy nem. Bazze, ez a hülye ambient, ez a... Alien-es, Prometheus-os, Covenant-es. Komolyan, ez annyira idegesítő para, meg ilyen frusztráló. Megyünk mi a Sunshine napsütés mindenhova, gyerekek, megyünk a jó kis sivatagba. A sivatag nekem a féti is. Na bazd, merre kell menni arra, ugye? Figyelj, nyomok egy márkot. Jó, és akkor ide már nem kell mennünk többet, és nem is fogok szerintem. Tök jók vagyunk, szupi! Tele vagyunk, nagyon jó cucc. Ott vannak a fémások, gyerekek. Most már meg lehet nyugodni, fémásot fog használni ilyen küpör. Meg igazából egy fémkalapács, egy pikex, vagy minek nevezik, axe. Az küllene. Jaj, nagyon boldogság van! Na, szuper. Nézzük meg, hogy mi kell az armorhoz, és akkor kaftoljuk le instant. Föl kéne vinni a dolgokat. Tudjátok, mi kellene csinálnom? Egy rampát, amivel föl tudok menni motorra komolyan. És akkor végén lenne egy ilyen lenyitható izé. Tényleg egy hatalmas rampa. Ugye föl tudok vágtatni, és akkor hát jó lenne, girokopterem lenne, ugye nincs girokopterem. Meg még autóm sincs. Ezután még jön a motor, ugye, a chopper, és utána jön a girokopter. Nem, utána az autó, és utána a girokopter. Ezt élem most. Most élem, most szeretem. De mindig csak lecsesztek, sose dicsértek meg. Úgy utálom ám egyébként, tiszta szomorú vagyok. Nincs miért, mi? Lol. Utálom ezt a izét, ezt az égövet, vagy nem tudom, hogy nevezik, ezt a Burnt Forest öcsém, hogy mindig ez van, eső, meg izé, meg sötét, meg köd, te. Ez... legnagyobb hülyeségére költözni, ha csak nem jó, oké, biztos jó, valaki örül neki, de ennyire a sivatag is nehezebb, meg a havas. Mármint, hogyha csak arra mész, hogy ugye nehéz legyen. Azt hiszem egyébként a Wasteland az meg kettes nehézség default, tehát az alapba kettes nehézsége. Vagy. Egyébként azt mondjátok meg, hogy Legendary Parts-ot miért nem kapok? Ugye a legelején kaptam kettőt is, és most meg egyet se soha. Legelején, amikor full izé voltam, tök ilyen noob, úgy nevezik, ugye newbie voltam. Akkor bazze kaptam kettő legendary parcot, most meg egyet se, pedig akkor majd azért tudnék craftolni, azt elraknám. Hát ha tudtam volna, akkor elrakom izére, ugye jobb kvalitású cuccokra. Ecsém, erre tényleg kell egy tuning, bazze, mert ez nagyon lassú ez a verda. Meg egy Chemical Stationra is nagyon szükségem lenne, mert különben nem fogok tudni kemikáliáikat craftolni, nem tudok benzint craftolni olajpalából, meg nem tudok. Vagy mit nem tudok? Mindjárt mondom, mit nem tudok.
Nem tudok lőszert. Nem tudok puskaport csinálni. Ez a kettőhöz nagyon fontos lenne. Hú, de jó lenne, meg tudnám csinálni full raider outfitemet. Csinálunk egy outfit chicket. A gyerekek, tiszta pönge vagyok, bazze. Nem? Ó, azt a betje, nagyon komoly vagyok. Rendesen izze, rendesen félek magamtól, figyeld. Azért. What the fuck, 187? Jó, ez. Én meg öcsém. Hallod? Olyan szigorú vagyok, bazze. Komoly vagyok, mint a tüdőgyulladás. Hallod? Most csinálok, bazze, egy olyan küldetést. Ezután egy rohadt nehezet. Ha meg lesz a raider outfitem, szíje vágok mindenkit, komolyan. Tiszta izé lesz, borsod lesz itt. Megcsinálok mindenkit. Hát ilyen komoly pofával? Ne viccelj. Terminátor. John Connor. Gyere velem, ha élni akarsz. Jaj, elnézést, hogy kölgök, nem tudom, hogy csinálom, hogy megfázok mindig. Mi az az UFO hang? Azt hittem, jönnek az UFO-k. Nagyon coolok vagyunk. Egyébként itt a bázison körül folyamatosan fröcsögnek a zombik. Ha sehol nem látok zombit, itt biztos, bazze. Ez halál komoly, nem tudom, mit topzódnak. De itt mindig van zombi. Egyébként lehet, hogy rongy az lesz a kevés nekem. Várj, ide le is parkol leszok a... Verdával. Na, várjál. Nézd meg a csomagolását. Vigyük föl ezt. Meg igazából vigyünk föl minél több dolgot, akármi is az. Jaj, vegyük a létrán. Lajtergyán. És majdnem fölmentem a izáján. Lajtergyán fölvegyünk, gyerekek. Később majd erre a pakmullra, vagy mi a franc. És kéne pakolni, hogy ugye morokat ki tudjam cserélni az ármorokba, de egyébként még egyelőre talán nem a legfontosabb. Na, itt tök jó, nem? Így fel tudok jönni. Ugye biztos jön egy sikító zombi, 100% biztos vagyok benne. Jó, figyeljetek, ki kéne pakolni, jó? Nézzük a túlok. Ezt az alsót, ezt lehet, hogy le is cserélem az egyikre. Bár igazából sok értelme nincs. Jó, a túlok közé megy ez is. Bocs, ez foker ez, de egy kicsit röntbe rakom magam. Ez ugye az izőm. Az üredetim. Volt még egy izőm, volt még egy ilyen. Várjál, ezt is kirakom. Most viszont legalább lett lőszerem is. Oké, ez is mehet, ez is mehet. Tényleg bocs a kölgésen, nem tudom. Fú, bazz, biztos rohadt irritáló lehet, hogy mindig kölgök. Egyelőre kirakjuk a szerves craftot. A szervetlen craftot. Figyelj, van itt is ilyen pala. Pala. A nitritet is ide rakom. Jó van, mert egyébként ez gyűlik. Ez tök jó, hogyha később lesz. Szervetlen craftonál van bőven. Ez is oda megy. Jó, az már. És miért a kőben, mindig bejövök a kőben, de miért? Why? Ja, izé van, alkatrész van rengeteg. Alkatrész. Ja, mert a vasnál ugye a őt akartam berakni. Gyaucért? Kirakjuk a gyaucereket is. Meg igazából ide, vagy 22 darab van. Cool. Cool gyerekek, kaj alapanyag. Ezt meg lehet, hogy magamnál adok egy lockpicket mindig, bár arról sem tudja. Na nézzük, itt még mindig olvasztódik az olvasztó kemencébe. Ide nagyon gyorsan berakok, bocsánat, tudom, hogy nem az volt a prioritásunk. De rakok be olmot is, meg rakok be ilyet is, aztán akkor, hogy olvadjanak. Ez úgyis időbe telik, így legalább, ja nem tudok berakni kettőt most, de viszont ezt berakom. És mindjárt ugye elfogyasztott, akkor berakjuk az almat. Oké, okay. Na! Ekkor mikor? Most ezt át kell nézni nagyon. Raider. Nekünk kellene egy fejes, egy Raider helmet. Kell hozzá Iron. Bazdve, kell hozzá Steel is. De várjál. Aha, a 4-es, az nem kell, az 5-ös az kell, de... Fú,
A rohadt életbe, gyerekek. Hogy a szeme álljon meg a készítőknek, meg én. Nincsen ennél lenni itt a csávonál stíl. Meg 5 darab kell hozzá. Itt meg 4 darab kell hozzá. Ilyen kit. Olyan kitet kell először csinálni mindenképpen. Ez kell. De ez megint mi kell? Armor pants, duct tape, jó, oké. Okay. Jaj de jó, jaj de jó, jaj de jó. Jaj de jó, jaj de jó, jaj de jó. Alkatrészek, armor pantsom az van, meg egyébként lent is. Jó. Duct tape. 12. És... utána kell ez is. Oké, okay, és akkor mennyit tudunk csinálni? Hát nyilván annyit, amennyit. Oké. Okay. Nest 12 darab. Szuper! Meg még van, elvileg nekünk. 2 darab. Mennyi kell egy izéhez? 4 vagy 5, ugye? Hát csináljuk meg a... Nézzük a helmetet. Kéne nekem egyébként akkor... A ledőr az jó, mert van. És 5 kell, tehát 2 partot meg is tudnék csinálni simán. Szerves craft, leather, tökéletes. Megnézzük, hogy van-e nála, jó? Itt lefele inkább itt megyek meg, igazából tök gyorsan le is érek ám. Úgyhogy ne aggódjatok, nézz oda. Úgyis fel kell hoznom cuccokat. Nagyjából ki vagyunk pakolva, úgyhogy szerintem fel is tudom hozni. Ja, gyerekek, acél. Megnézzük, a motorban nem maradt acél. Nem tudok acélt csinálni. Mert hiányzik az a rohadt vödör. Azt nem tudom, hogy kell. Ezt tudok egyáltalán csinálni? Nem való. Vagy lehet, hogy nem. De lehet, hogy igen. Majd mindjárt megnézem. Nem is tudom, hogy hívják azt a szart. Mindjárt átnézzük a dolgokat, mert az acéllal nagyon hadilában állunk, és csomó mindenhez kéne acél. Na, attól nincsen acél. Mindjárt megnézzük itt. Mert akkor én tudnék 5-öset, érted? Utána meg csak akkor tudok 6-öset, úgyis, hogyha megvan a Legendary alkatrészünk. Van bazzen nála. Csű, marja. A kurva élet. Van 2700-unk. Na, rajtunk van az a szar. Rajtunk. Nincs szivar, vagy valami, amelyik jobban teltad? Snake damage. Bartering 10. Ez érdemes megvenni? Vegyünk egyet. Na, látjátok, az az 400. Már is jó lett volna, ugye? Amit el kell adni, és akkor meg lesz 20 darab, és akkor pont két partra jó. Ez ilyen drága. Láttad ezt? Jó, megvan 20 darab, elvileg 10 kell, ugye? Oké, akkor két partra megvan, és pont kettő hiányzik. Az úgy jó, mert kettőt tudunk úgyis craftolni, mert ugye izéből sincs több. Mi a francból? Az a felső, az a kitből. Úgyhogy ez itt teljesen frankók vagyunk eddig. Ugye fölmegyünk, és akkor lecraftolunk 2-5-ös Raider Armort. Jó, a többit is érdemes lenne cserélni, ugye? Szóval az is kellene. De egyelőre ez például baromi jó. Júj, ez a szemüveget jó, hogy használta a Keeper. Meg volt annyi esze, hogy vett csocsit is. Csocsit? 18% olcsóban kaptam meg. Alpha nélkül megkapta a Keeper a cuccokat. Na, ezt meg izénén kell craftolnom itt. Raider helmet, igen, itt van. Jaj, ez az ugye? Ez az jó, nehogy jól rossz felül, gyerek. Craft. Ugye? 5-5 craft. Oké, okay. És akkor kellene nekem olyan, hogy le is craftolta, ez gyors volt.
És ugye nekem a Glovesz nincs, megnézzünk rá, bazza, mert nehogy elcsösszem. Ruga, igen, ez nincs, és a másik megvan. Igaz, hogy azok csak 4-es, ez meg 3-as. Hát kell majd alkatrészt szereznem, és akkor meg tudom csinálni. Raider Glovesz, ezt megint le tudjuk craftolni. Nagyon jó, ugye kérne meg egy ilyen outfit. Csak ahhoz ugye nincs ezek a felső, meg nincs meg az acél, de ennyi baj legyen, gyerekek. Ez már fullos, 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 fullosok vagyunk. Oké, okay. És ez kell, és ez kell. És ugye át kellene majd pakolnom a cuccokat. Na nézzük a gloveszünket, mik vannak ebbe? Nem, nem, nem. Ennyi volt benne? Meg kell nézni, milyen módosítások vannak. Mert akkor érdemes lenne még pakolni. Ruhamódos, gyerekek, viszont izé, agility mód. Ez tök jó. Ezeket lehet, hogy érdemes belerakni. XP. Lost Siege. Ez figyelj, ez az XP módot egyébként, ezt belerakhatnám valamibe. Ez tök jó. Más nagyon nem tudok, csak esetleg ezeket. Az agility mód az akkor módosítja az agility-met, gondolom. Az meg. Akkor ugye fölmenne 2-es szintűre. Tehát akkor. Jó, hát mindenképpen jó lenne. De egyébként a legjobb lenne nekem, hogyha a izé módosulna, mondjuk ez fölmenne 10-esre. Bár azt nem tudom egyébként, hogy ez fölmegy 11-esre. Jó, akkor inkább rakjuk bele azt a módot. Ezt a módot, ezt kivesszük, és akkor ezt belerakjuk mondjuk. Ne, jó, ezt nem lehet belerakni, ezt mibe lehet belerakni, bazza? Ez bootsba lehet csak belerakni. Hogy a szemed álljon meg? Te gló veszem be, akkor mit tudok rakni, öcsém? Ó, csak ezt a izét, csak ezt a valamit. Várjátok, rakjuk sorba, mert meg vagyok őrülve egyébként. Raider Glovesz, ez. Meg ebben is várja, kiszedem a modot. Ebben csak ez van. Ugye csak egy modot lehetett be. Na mindjárt, várjátok. Lehet, hogy azt csinálom, hogy... Esetleg... Az a baj, a többi az már mind izé mód. Ez ugye... Vapor, meg armor. Ja, armor nem. Azt mondom, armor nem. Jó, ebbe akkor... Ezt viszont be tudom ebbe a fejesbe. Agility. Be tudok egy ilyet, meg be tudok egy ilyet. Szerintem ez így tök jó. Ízét is tudnék belerakni, ezt is. Meg az XP módot bele lehet rakni. Az XP módot... Azt szerintem belerakom, bazze. Így. Ezt akkor fejesbe lehet rakni. Ez csak izébe, fejesbe lehet. Jó, ja, csak izé, csak fejesbe lehet ezeket a módokat. Az kár, várja akkor. De... Nem lehet kettő egy formát? Tehát ilyen módosítót nem tudsz belerakni kettőt. Ej, Istenem. Oké, okay, akkor ez lesz. Így lesz. A lámpa az azért jó, hogyha van. Oké, okay, akkor a fejesünket azt fölvetjük. Nagyon jó. Nézzük, ebbe mit tudunk rakni, ebbe meg körülbelül semmit, bazze. Nem tudok semmit, nincs is semmi olyan, amit tudnék rakni. És nincs is olyan módom. Abszolút, amit tudnék rakni bele. Esetleg tudok bele ilyet rakni, de hát az csak annyi, hogy noise-ot csökkent. Jó, hát a semminél jobb, nem? Gondolom egyet lehet belerakni. Tehát halkabb vagy, annyi az egész. Jó van gyerekek, annyi baj legyen majd, hogyha lesz jó módom, akkor belerakjuk. És megkaptam a bónusz, júj! Na erre kíváncsi vagyok, milyen szett bónuszom van. Ezt kapta?
Ez kritikus, nem tudom micsoda, mit, olyan vágás, vagy mi ez? Mi ez? Sebzés? Olyan sebződést? 30%-kal csökkenti? Jó, hát úgy nézzük ki tényleg, mint a lovagkori páncélosok, lovagok. Na figyeljetek, jó, én el akarok menni mindenképpen egy kicsit rendet tenni valahol, mert rohadtul kíváncsi vagyok, hogy ez mégis mi, mit okoz. Hát ezt, ja, ez jó lenne, hogyha ezt mindig magamnál tartanám, vagy nem tudom, mit csináljak vele. Most már megint ideje vagyok, már jöttök, meg vagyok keveredve. Árban. Ezt nem tudom. Ezt lehet, hogy annyit csinálunk, hogy ezt közt levisszük, csak az a baj, nem mindig a biciklivel vagyok. Levisszük ládába, jó? Ezt, és akkor ott tudom használni. És akkor az úgy jó lesz nekem, szerintem. Akkor ezeket meg csak fejesbe. És mindig csak egyfajta, jó, az XP-t beraktam, meg ugye loot stage-et is növel. Az például egy jó dolog lesz. Oké, okay. Szög oda megy. Szelves craft. Az is legyen oda. Jó. Szelvetlen craft. Á, nem hiszem ezt a lockpicket, már megint nézzel, megint egy plusz. Plusz slot. Oké, gyerekek. Bazza, még mindig nem éheztem meg. Hagyjon anyámba. Jó, így nagyjából akkor jó vagyunk. Hát ezt a kitet, ezt nem érdemes magammal cipelni. Azt ugye mondjuk az alkatrészekbe bedobjuk. Ez viszont viszem magam, ezt meg lent kirakjuk. Meg akkor ezt is oda berakom. Így ni. Na, van végre set bónusz effektem, meg igazából elég védettek is vagyunk elvileg. Nézzük meg magunkat. Ja, elég brutális. Ötös, ötös, hát még kellene kettőt craftolni, és akkor full ötösbe leszek. Meg tudom nézni elvileg a statjaimat, ugye. Details, food, zombie, loot stage. Aha, itt vannak. Armor rating az 80-as. Azt gondolom az elég jónak számít. Remélem, úgy nagyjából. Mobility 77%, ugye mobility-nk az le van csökkenve az armor miatt. Damage, block damage. Ja, hányszor haltunk meg egyébként? 5-ször haltunk meg, lol. Abból különben, vagy 3-szor lezuhanásból, vagy ja, 3-szor minimum lezuhanásból. Szóval 2-ször vertek be minket, egyszer a legelején. Ja nem, lehet, hogy 2-szer volt csak zuhanás. Na nézzük, mi történik itt egyébként, mert itt már az Isten tudja mióta főnek itt a dolgok. Oké, okay. Na ennek is örülünk, hogy ez is megvan. Készpia. Pia alapanyag, ugye a víz az újabban már csak pia alapanyag nekem. Nagyon menőek vagyunk. Meg viszünk, sőt ezt megeszem az egyiket, a másikat elvigyük? Elvisszük. És akkor megyünk kalandba, mindenképpen. Szeretném craftba mehet a ragasztó. Az ugye mindenhez is. Oké, okay, gyerekek, szuper, meg vagyunk mindennel. Egyébként ez a shotgun, ez mi a pecsemet keres itt nálam? Hát ez ilyen semmire való shotgun, úgyhogy az szar. Oké, okay, kérek üldetéseket vállalni 11 óra, de viszont jó összeszedtük magunkat, én úgy gondolom. Ide meg ugye be kellett volna még rakni. Jó, nem számít. Ezt meg még mindig rakja? Úristen. Van benne már 10 000, halljátok? Halljátok? Jó, hát figyeljetek, fullosak vagyunk, ugye ezzel, hát nem fullosak, de azért egyen jobbak, mint voltunk, most már nekiálltunk komoly, kemény küldetésnek, az lesz a téma, jó? Nincs semmi lőfegyverünk, az a durva, hogy egyes lőfegyverünk van, gyerekek, semmi nincs. Abban nem vagyunk nagyon szerencsések, de egyébként amúgy meg egész jól mennek a dolgok. Annyi kell, hogy akkor a... Hoppá, valami történik. Annyi kell, hogy én ide, ebbe a ládába berakom a szemüveget, jó? És akkor ezt jegyezzük meg, hogy a szemcsibencsi az mindig kelljen akkor, amikor... Hát nem ezzel megyünk a beceklivel. Jó, a szemcsit azt mindig használjuk ezután, hogyha üzletelünk, oké? Okay? Amúgy elég ritkán üzletelünk, csak hogyha nagyon kell valami. Na figyelj, adjál valami melót. Itt egy 4-es infected clear.
Menjen sima clear először, utána meg az infected. Aztán akkor így megtapasztaljuk, hogy mi a szitu. Ja, egyébként a csákányunk még mindig nincs sajnos. Viszont el kell, hogy kecserítselek belteket. Nincsen rakva izére. Semmilyen minelszkírre. Szóval a csákány. Oké, hogy vas lesz. De nem leszünk valami hatékonyak vele. Úgy gyerekek, azért most elég robotok vagyunk, nem? Az igen. Végre van egy full ride összetem. Én ennek már örülök. Na, és neki durrant a hülye izére. Farönnek. Jó. Azért haladunk. Most egy kicsit céltudatosabbak vagyunk. Kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk sebződni. Hát valószínűleg ki is fog derülni, mert szalon szét fognak verni minket. Ugye megint nekiállunk ezeknek a viszonylag nehéz questeknek. De kellene őket tolni, mert akkor ugye lépünk még egyet. És akkor most benn van a mód. Ugye több XP-t kapunk, meg növeli a loot stage-ünket is. Ugye benn van a shipkapban ilyenkor a mód, de ilyenkor meg tudom nézni. Jó lenne. Ó, de megnézi, meg lehet. De jó. Igen. Treasure Hunter mód, ez tök jó. Fú, jó, hát ilyen mód, az tök frankó. Meg egyébként ugye jó, mert most ebben a Rider setben már tök sok modot be tudunk rakni. Sőt, még vannak üres slotjaink is, hogyha majd lesz rá lehetőségünk. Akkor szórunk be. A motor az azért sokkal jobb. Abban tök sok cucc fér. Ja, hát Chemical Station-t kellene nézni. Ez mi volt, bazza? Nem is láttam, mi volt ez. Na, hol van a bejárat? Jó nagy kecó. Mindjárt jöntetőzünk-e. Szuper. Ja, egyébként lehetne, tudom, azt a kétszer lootolásos dolgot. Na, de nem csinálom, mert igazából véges a gameplay rész is. Jaj, bazza. Már előre félek, itt tizék lesznek, harakiri lesz, ott alszik a zombi. Na jó, ez egy sima elvileg, nem infected, de attól még lehet, hogy rohadt nehéz lesz. Meg attól még lehetnek futó zombik is. Itt valaki felakasztotta magát, gratulálok. Ja. Olyan luftot ütöttem be, azon majdnem meg körbe tekerettem. És ugye nem 400-at ad egy ilyen zombi, hanem most már 440-et. És egyébként egy ütés egyet sebzett rajtam, azt úgy vágod? Egy ütés 47-ről 48-ra, vagy 148-ról 147-re vitte le a HP-mat. Azért az úgy, ne lehet, hogy egész jó, nem? Volt egy tyúk egyébként. Nem haltál meg? Bocsánat. Ja, elsősorban kalapácsozok. Már csak azért, mert spórolok a lőszerre. Az ott mi fasz történik, gyerekek? Az ugye eléggé baba volt, nem láttad? Mi volt itt? Egyet sebez, hallott? Egyet sebeznek. Az komolyan, szó szerint egyet. Az úgy több, mint baráti, nem? Hogy megütnek? Hoppá. Ha, jó ez! Stamina-m az olyan áll, mint a cövek. Hallod, ebbe a szedbe egyet sebeznek. Egy ütést, egy hit, vagy egy izét, egy HP-t üttek le. Oh, imádom. Jó, biztos nagyobb szintűek azok majd öbbet. De ez egyelőre szerintem azért a jó fajta kategória. Egyébként ezeket a kutyákat, ja, tudom, szétbonthatnám. De nem bontom. Hát, ezek nem sebeznek lószat, gyerekek. Meg területizel, érted? Jó lesz az ötös kalapács, meg a Raider set azért egy megdobta a helyzetet, van egy olyan érzésem. Hoppa! Izé van, baza, airdrop. És ezelőtt is tök jó cuccot, ötös valamit kaptam belőle. Hol dobta? Milyen messze? Hát jelölünk rá egyet, hogyha úgy van. De azért nem, hogy elmegyek. Ezt megjelöltem, azt megyek érte. Az a baj, egy idő után eltűnik, meg hogyha nem vagy elég közel hozzá, akkor nem is mutatja a térkép. Na, menjünk tovább.
Tök jó, jó vagyunk, bírom. Érzem, hogy ez így, az így egyen jobb lett. Én szeretem ezt a mili ágat. Biztos több, csomóan azt gondoljátok, hogy jó hülye vagyok, hogy ezt tudom, de én valahogy bírom. Az olyanokat leversz neki, köcsém. Meg ráadásul ez a területizés, ez borzalmasan jót tesz. Hű, az ajtó. Ó, hát ez nagyon jó. Jó, sok szemetet kapom. Hú, én már most érzem, hogy ez sokkal jobb lesz. Igen, egyébként lassabban mozgok, azt viszont észrevettem. Mondjuk nem is sprintelek. Hát itt izé lesz. Most tanultam meg a 4-es hammert egyébként, de ez már például rohadtul nem kell nekem, mert ugye megvan az 5-ös most. Megvettük. Na, ezt nevezem drasztikus fejlődésnek egyébként, srácok. Ki lehet nyitni az ajtót a meccsém, vagy belülről nincs? Jaj, te. Hát mi az anyádat csinálsz? Uff. Rendesen súlya van az ütéseknek. Most, nagyon érzem. Nagyon érzem azt, hogy jó lesz. Brutál! Á! Guard mode bekapcsol, gyerekek! Jó, jöcsém! Oh. Emlékszem, egyik sorozatban volt. És ez a ház ráadásul izébe volt ilyen, Wastelanden, és itt rengeteg zombi jött. Arra emlékszem, hogy itt lőttem egyet ezelőtt, vagy akkoriban, és jött egy kaza zombi. Imore, ezt kapta. Így, bazer. Miket repkednek? Az nagyon brutál, gyerekek. És egyébként nagyon ott szar pozícióban vagyok. Aha. Ja, hát ilyen egyeket ütnek, halljátok. Azért ez így már nem rossz. Hogy tényleg egy HP-t vesznek le. És figyelj, érted, van 100 akárhány HP-m, meg valószínűleg, hogy kaptam elég sok izét is. Star ezt tisztelt, mert nagyon nem akarnak itt. Na, itt biztos fut egy csomó majd. Üvaze. Mi? Azért mondom, valami legyen. Ez több, mint könnyű volt, nem? Ez több, mint könnyű volt. Most ez azért egész baba. Ó. Ezt megint nem fogom tudni szétütni. Jó, hát ez megint kénytelen vagyok itt hagyni, hát so sorry, gyerekek. De az idő pénz, nem fogom itt ezt kalapálni. Jó, hát akkor ez meg is volt ez a küldetés, ez több mint laza volt. Ez tényleg jó volt. Ó, na kíváncsi vagyok, most megcsináljuk az infektedet. De elmegyünk azért a lootér, mert most pont itt beesik. Szupi gyerekek, nagyon jó. Érzem, hogy itt ezek gabonatárolók, de rohadt jól néz ki, imádom. Pont múltkor néztem egy ilyen dokumentumfilmet ilyen tárolókról. Érdekes, igen, de ilyen tárolókról, hogy nyomják fel oda a szemet, és ott a felső szekcióban hogy van, hogy osztódik el, meg ilyesmi, tök érdekes. Jó, nincs messze, nem megyünk érte, azt meglássuk. Ó, hát ez brutál, brutál jó ez a set. Ez nagyon jó. Hát ez alig sebzel, mert hogyha egy ilyenből megvan a full 5-ös set, vagy esetleg a full 6-os set, akkor azért az ugye elég kellemes dolgokat tudsz vele csinálni. Hát ja, meg kell csinálni. Le kell cserélni az alacsonyabb szintűeket is. Egyet sebeznek ezek a zombik. Jó, tényleg biztos vagyok benne, hogy a izé az többet fog. Mondjuk egy radi, vagy akármicsoda. De ez vicc kategória.
Nem kell HP-znom. Meg ugye, hogyha raknék arra, hogy töltődjön a HP-m, ugye van egy olyan izé, van egy olyan skill, egy darab van rárangva, egy perk, akkor ugye még gyorsabban töltődne. És akkor még jobban bírod. Én... Jó, kitartunk a kalapácsoság mellett, úgy látom. Közben meg majd, hogyha lesznek jó weaponök, ez mi, Wasteland? Nem, ez is Burn Forest. Á, jó, meg vagyok győzve. Mondtátok, hogy nehogy bereszeteljen még egyszer, mert nem lesz ez rossz. Meg tényleg Norvég is írta, hogy hát nem jó, hogy gondolkozok, mert nem fog lenni nekem izém, nem fog elég lőszerem lenni, és belegondolok, igaza van. Jó, hát ezek pont. Aha. Egy armor mod pakotnak jobban örültem volna most, mert ezek körülbelül egyik se kell. Jó, mit kaptunk? Most tudtam pipe pisztoly 6-osot csinálni, most ez nem vicc egy kicsit, gyerekek? Meg egyes sima pisztolyt. Hát, azért ne haragudjál meg, azért egy kicsit ilyen vicc kategória. Most tudsz 6-os pipe pisztolyt, érted? Jó, nyuszi-buszi, nem bántalak, ne angoljál. Megint szereztünk egy húst csak úgy random, 50 darab húst csak úgy random. Krumpli, azzal van problémám egyébként a krumplival. Azt kell csinálnom, hogy egy darabig szerintem sima valami grillezett húst vagy valamit eszek, és a krumplit azt mindig leszkrepelem, hogy egy tudjam termelni a krumplit. Az nagyon kevés van. Kukorica van, minden van. Csak ugye ezekhez az egytál kajákhoz, ez nem tudom, ilyen hobópörköld vagy mi a franc, meg a másik fajta, ahhoz izé kell. Krumpli kellene. Azom nagyon nincs. Jó, megcsináljuk azt az infektedet is. Megnézzük, hogy mennyire fogunk boldogulni. Hát mondjuk ez nem volt egy nagyon nehéz. De... Azért... Várja ma. Ez érdekes volt. Ja, mert hülye voltam, bocs. Visszarakom a... Mondjuk aztán látni, hogy hol van a bázison, figyeld! Ott látni a hegy mögött, tök brutál. Jaj, de imádom! Kár egyébként, hogy nem építettem fel maxra, de hát fölösleges lett volna. Inkább egy ilyen e-pénisz növelés lett volna, hogy legfelső szintig föl van húzva a bázis. Majd de szeretem ezt a játékot. Ja, Nagy Attila írta, láttam egyébként a kommentet, hogy megszerezted G2-án egy ökuntot? Igen, egyébként sokszor érdemes úgy venni, nem kell attól félni, hogy egy Steam ökuntot veszel, ami van egy játék, valamikor nagyon olcsón meg tudod úgy kapni a játékokat. Például most Steam-en meg tudod venni mondjuk azt a játékot 8000-ért, Steam kulcsot meg tudsz venni G2-án mondjuk 5000-ért, de lehet, hogy egy Steam ökuntot G2-án, amelyiken csak ez a játék van mondjuk, azt meg tudod venni, mondjuk 500 forintért, és akkor annyi, hogy amikor Steambe lépsz be, akkor meg fogja kérdezni, hogy melyik ökunttal lépsz be, nem is kell az, hogy mindig beírogatod a... Nekem van majd 3-4 Steam ökuntom, az egyiken van egy GTA 5, amelyik ilyen crackelt, vagy ilyen nem crackelt, hanem hackelt, amelyiken van ilyen, nem is tudom mennyi, 40 millió, vagy 40 milliárd dollár be van hackelve, valamint az online-ba. Igen, aztán izé, meg azt is úgy vettem Steam accountot. Csak annyit kell egyébként, a Steam accountot veszel, Attila, hogy akkor csináld azt, hogy változtass meg az e-mail címet, meg mindent, jelszót, meg mindent, nehogy az, hogy belépjenek, tudod. Meg az e-mail címet is meg kell, mert különben lehet, vissza tudja kapni, tudod. Kér egy izét, hogy az e-mail cím is legyen megváltoztatva. A te e-mail címed legyen hozzáadva, vagy bármi, azt ne hagyd úgy, mert akkor vissza tudják szerezni. Gondol egyet az Aladó Asztár, akkor bereszeteli a jelszót, és akkor cseszheted. Jó, hát ezek megint egy ilyen nagy büdös semmire való dolgok, de az összes, hallod? Ilyenkor nem tudom, komolyan mondom, hogy mit tud még választani, de semmit. Hát figyelj, veszek ilyen shotgun, de hát ez is az a... Na. Ez is, ilyen is pontban, itt van, tessék. Jó, viszont nekünk volt egy... Infested, nem infected, infested clear. Ezt megcsináljuk, testvérem. Közben meg itt rúgják, ott még mindig ott rúgják a
a gyöppöt. Jó, pont arra kell menni, azt akartam mondani, hogy ki kéne pakolnunk a deugokat. Hol a motorom, bazza? Jó, de hanyagul arra dobtam, mi? Loot. Jó kis kaják, ezek is tök jók. Örülünk neki. Amit szeljetek. Piámasz? Nálam maradt? Ja. Jó kis kávét iszunk. Már azért tök jó, mert ilyen tök finom kajákat eszünk. Jó kávét iszunk. Egyébként most azt kellene csinálnom, hogy bedobok egy kaját. Mielőtt bemegyünk ide, meg benyomunk egy kávét is, hogy szét legyünk buffolva. Már igazából stamina buffot adnak ezek csak, de ugye, hogyha mili vagy, akkor azért az nem árt, hogy a stamina buffod van. Ott nagyon bízok benne, hogy jók leszünk. Várjál, egyet meg akartam nézni, hogy mennyire van. Ezután figyelnem kell, hogy mennyire vannak ezek lesérülve. Eddig szartam rá, most meg erre fogok ráfüggni. Na, milyen helyre fogunk menni? Azt nem mondjátok, hogy már megint az a bár. Tudjátok, ami egyszer befélelt. Egy úgy láttam, hogy az nem. Azt hittem, hogy megint ez a szalon. Ezt elféleltük, emlékeztek? Szétvertek minket, mint a szar. Igen, látom postaládat, de nem jó post. Ez jó nagy épület, öcsém. Itt meg egy rendőrautó. Itt meg egy kutyabutya. Jó nagy épület, bazd. Viszont ez a rendőrautó, ez érdekel, nem? Jó. Mindegy. Csináljuk a questet. Hát ez egy hármas, nem is nehéz. Ja, nem nehéz mi? Ja, nem nehéz! Röndőrzombli egybű, röndőr. Ilyenkor egyébként annyi, hogy fedezékbe vonul, szerintem. Szegvállalt, hogy rád jöjjön. Sőt, hárman is jönnek. Olyan block damage-en van most. Egy zőrület. Kurva jó. Gyerekek, nagyon fullosok vagyunk. És azt akartam mondani, bízok benne, hogy ugye rajtam van ez a mod. Ennek köszönhetően jobb loot stage-en van, és jobb lootot fogok kapni. Hát valószínű, hogy jobbat, csak nem mindegy mennyivel jobbat, ugye. Radi. Ennyit a Radikról. Mit csináltál? Jacuzzi, gyerekek, lajtosan. Nyomjuk el az ulást. Oh, ho, 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 mit kapott a Keeper? A legszarabb lootból, amire azt hiszed legszarabb, abból lesz a legjobb néha, nem? Mit van, aki? Éppen nem zuhanyzó? Na, itt aztán lesznek, mint a bogarak annyian, szerintem. Mi ez a zene? Ajaj, na várjál. Nézzük, hogy mi a szitu. Fölmérjük a helyzetet. Négy darab zombi. Nem veszélyesek. Egyébként komolyan rendesen jó, hogyha fölméred előre a helyzetet. Ezt például le se ütöttem, csak kapott a izébe. És cukból, bazd, ahogy csaptam. Ne! Jó! Egy ötös Raider! Egy ötös Raider, gyerekek! Oh, 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 oh. Ötös Raider outfit, ötös Raider outfit! Fullosak vagyok, bore! Ne vicceljé! Csak nehogy most jöjjön valaki. Ezt mindig úgy akarom pazarni, nem jól akarom. Gyerekek, ne vicceljé! És ezt meg is kéne javítani. Oké, okay, akkor ez megmarad. Hó! Jó, mi van? Fölvette? Bazd meg, azt hittem leszkreppelt, tehát a fasznak tünteti el. Azt a betyám, hát rendesen összefosta a baga. És ebben még egy mód majd jöhetne. Ötös, odarézzé testó. Hallod, full ötös. Egy hárma, még egy simát csinál a Keeper. Azt már meg is nyertük a izét, a főgyerevét. Gyerekek, hallod? Kibírok mindent, és én leszek tényleg a helyi terminátor. Hát azért az adja, de azért ezt kif megfogtuk az Isten lábát most. Meg egyébként nem is az, hogy megfogtuk az Isten lábát, hanem komolyan ti segítségetekkel vagy minden. Tök sokat segítetek, és tök jó ötleteket adtok, és emiatt tök jó haladunk. És tényleg emiatt haladunk jól.
Hát ebben a részben, ez megy a levesbe, figyelj, ez is megy a levesbe. Ezeket így egyből scrapelem, azt akkor nem lesz, ez nem foglal helyet, nem? Francesen beléjük. Jó, itt a főbejárat, igaz? Kutya. Ez a kutya, ez hol csöterek? Meg hol fasz? Ugye gyerekek, itt komoly dolgok vannak. Jó, egyet sebeznek, hal... Halál komolyan, nézd meg! Rám vert. Még egy! Ilyen rám vertek egy hármat, az... Izé van, 145 HP-ja van a keepernek. Jó, a befosás az még mindig megvan, de viszont így... Nem annyira vészes, hopp. Okosba lehet ott tovább menni, figyeld, valami van ott. Macska kaja. Itt valaki, Nuku. Mondjuk nem lett volna muszáj erre, Gyuri. Keeper itt cifrázza be az evét, kutya a baszást. Csak hogy szépen fejezzük ki magunkat. Szökrényben biztos nem lesz senki, mi? Vagy az ajtól megöl. Jaj, mindig reménykedem, hogy olyan varókészletet fog kapni a képer. Szupi. Szupi, szupi, szupi! Keeper nagyon örül, hogy ilyen csoda dolgok történnek most belül. A házba. Na megint kutya, mi van itt ebben? Nő, mész oda? Tárfasza. Skillpont. Skillpont elosztási. A gyerekek nem is sebeznek ezek, hallod? Hát régebben 30%... 30% HP-t levert egy ilyen, az meg küzd, mint disznó a jégen. Mi van, gyerek? Mit csinál? Az agyát szövít komolyan volt, de hát te olyan hülye vagy. Na, viszont a Big End Fest-re fogok egyet rakni. Igen, jóra rakom. Hogy még gyorsabban üssek. Mert nagyon bejön. Nagyon bejön. Nagyon jó. A heavy armorom az nyílen van, ugye? Majd írjatok, srácok, hogy esetleg még mit változtassunk, mert most ez nagyon bejött, hogy összeszedtük munkat. Nagyon durvák lettünk. Nem hosszúak ezek a részek egyébként? Írjátok meg! Nyugodtan, mert akkor tényleg azt csinálom, hogy mit tudom, elvágom, és akkor csak lesz belőle kettő... Kettő videó... Ja, itt? Mi volt? Baszlán, bele vagyok keveredve itt a dolgokba. De a könyves póc az van bőven itt, oda nézzél. Meg itt is, végig, júj! Jézus Isten! Már érdemes volt ide bejönni. Ez is jó, minden jó. Már mindennek tudok örülni, komolyan. Eddig izé volt. Jaj, meg szar izé, kukorica. Mondjuk az a virág az pont nem körülött volna. Tudom, hogy az is jó, valami teát lehet belőle csinálni. Light armor, 6-osat tudok csinálni, gyerekek. Light armor 6-osat. Medium armor 6-osat, mindjárt meg fog jönni a izé is. Heavy armor 6-osat tudnék csinálni, gyerekek. A fullosat meg tudnám csinálni Raiderből. Csak ugye nincs izé hozzá. Most merre kell menni, mert már bele vagyok keveredve itt a dolgokba. Arra kellene valahogy jutni, nem? Vagy mit tudom én? Figyelj, nem tökörök. Ilyen klasszik megoldással... Ügybazd, mi volt ez? Szemünkbe föccsent a izé, szilánk, vagy mi volt? Klasszikus megoldással, aggolosan... Erővel szétvertük itt a dolgokat. Most ugyanoda bejutottam, gratulálok, képer, ügyes gyerek vagy. De most mi a fó? Merre kell menni? Jaj, szemem megáll, képernek, nem szeretem ezt az őrületet, amikor így... Erre nem voltunk. Jó, ezeket megtanulom, bocsi, 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 jön az XP, képer boldog, minden jó van. Úgy van a shotgun, ne? Na figyelj! Bír, olyat ráverek, szömei bazza, lecsúsznak a izé tökéhez. Ez komolyan nagyon jó. Ez nagyon guard mode-ba érzem magam, most jó, majd később elvernek mind a szart, az biztos vagyok benne, de most jelenleg nagyon élem.
Szökrénybe? Senki se? Jó, hát ezeket pont nem kellett volna egyik se körülbelül. Ú, gyerekek, itt nagyon komplikált események vannak. Szomgyus vagyok, várja. Ja, akartam nézelni is, ugye? Ennyi innya, erre meg a keeper itt nem tette meg a dolgát. Ú, egyébként ezeket meg kéne ennem. De mondjuk most már nem, de megeszem, úgyis utálom ezeket a szarokat. Meg tudod, mint ezt a hempet, ezt kidobom. Nem tudom, valaki iszza a sört, mire jó az? Igazából annyi, hogy eltorzul a kép, aztán arra körülhetsz, nem? Valahogy az nekem nem békés, az a dolog. Na, itt a gyűrnek, mi? Ír, kaptad a pofon. Te is, öcsém. Hallod? Nem tanulnak be. Na most aztán leteszteljük a dolgokat, öcsém. Belállok, nem szarazok, hallod? Beléjük állok, le, nem érdekel. Ugye? Mama booty! Tüzében nyomom, most direkt teszteljük, hogy izében mit bírunk. Ütések szempontjából. Ez felrobbadvóra vagyok, lehet fájdvóra. Mi van? Gyere, gyere ide papához! Miről beszélünk? Mennyi HP-m van? Ja, 149. Jöre, egyébként tudom, hogy kapjuk a HP-t a kaja miatt. Ez jó volt betóri. Mi a fasz történik? De azért szerintem érzitek, hogy a kicsit megjobbutunk. Kicsit jobban nyomjuk a dolgokat, mint eddig. De rendesen... Fú, nagyon jó. Most ebbe a szituációban, ebben a nehézségben rohadtul adja ez a... Mehetünk vissza a traderhez, meggyűjtünk gyerekek. Hát és megint nem tudok kinyitni ezeket, bazza. Ó, mi van? Van egy gipszem is. Jaj, de várjál. Meg kell scrapölni egy-két dolgot, meg át kell élni, már megint hülyeségek vannak. Ilyen 5 bőrt hadd ne vigyek, ezt már scrapelem. Meg ilyen 16 csontot se fogok vinni, bocs ez. Aki most ez elszomorodott emiatt, annak. So sorry. Ennyit tud mondani a keeper. Ja, hát nem nagyon kottyad meg az esemény. Ránk jut vagy 3 radi, meg még néhány ilyen. Infested? Ezt föl se vettük. Ezt meg itt kopogathatnám egy darabig, ott rohad meg. Ja, rá kell menni valami üttől, lockpickingre vagy akármire. Vagy jó csákány, tudom, csak láttátok, nem tudtam lekraftolni, úgyhogy ezzel így együtt kell élnünk, jó? Most. Ez a hatalmas probléma. Ja, mehetünk vissza, figyelj, ki kéne valahol furnom magam, nem tudom. Meg az a baj ugye, hogy nincsen rakva semmi bányászkére, szóval még a fát is, az 500-as fát is ilyen epik lassan üti ki. Látjátok? Ennek köszönhetően. Na, ezt itt még kicsapja a keeper. Azt menünk haza, jó? Jó volt, figyelj. Én úgy érzem, hogy most hatalmasat sikerült ugrani, meg leinnem mi. What? Nagyon parkörment. Hol van a benga? Jó, figyeljetek, ennél jobb, nem is köl, hallod. A rendőrautót beszéltük, hogy azt meg kéne mókolni, nem, srácok? Ki kellene pakolni van, amiket? Mondjuk, most már baze, érzem én, hogy itt nem lesz a problém. Figyelj, rendőrautó. Nem itt volt a rendőr, de itt volt a rendőrautó. A rendőrautót úgy fogom megoldani, hallod, hogy csak közelharc. Ez itt egy ilyen óriási nagy teszt lesz. Óriási nagy teszt. Ilyen hülyét be az a vitér. Óriási nagy teszt. Csak izével, csak közelharc. Rendőrautóval. És ebben meg benne lesz az automata shotgun 6-os. Figyeljetek majd. Készülés. Csuki! Gyere babám! Na mi van?
Ennyi! Érdekes. Ez ilyen random? Valamikor nem jön meg? Hát jó. Basz, nagyon mákosok vagyunk. Mákos kalács lett a Keepernek a jele az óvodában mostantól. Ezután most nem Keeper vakond, meg repülő vakond, hanem mákos kalács Keeper lettünk. A repülő vakond hülye vagy. Repülő Keeper, hanem mákos kalács, azok leszünk ezután. Kivittük azt a falat is. Na, ledöntöttük a negyedik falat. Franco, Franco Nero. Gyerekek, de viszont olyan íző, ez az a Idersent, egyszer nem tanulnak be, így ütöd őket szemből, érted? Hogy így tényleg kalapálnak. Folyamat. Lemegy, érted, 140-re a HP-d, meg nem tanulnak be. Ezért ez így babaci. Babaci lett nagyon. Alig várom a hordát, hát nem is lesz kerítés, bálok eléjük, aztán adjál neki, hallod? Hogy el van szállva magától a képer, nem? Lol, biztos gondoljátok, az ember lesz hülye. Az marad. Mit csináltál? Hol rakta basz oda? Gyárékek van itt minden. Azon gondolkozok, még lehet, hogy elmennék egy körre. Úgyhogy lehet, hogy kipakoljuk a hülyeségeket. Hú, mennyi lőszert kaptam. És meg meghazudtolódik az, hogy nem lesz elég lőszer, mi? A becekli, hol a becekli? A becekliből ki kéne pakolni. Ott, ez meg tele van kajával, meg minden csoda jó dologgal. Azért jók ezek a ládák, itt nem kell felfutkosni, mi? Ezeket majd én felpakolom egyébként, mint a gameplayen kívül. Más nagyon nem szoktam csinálni, szóval ne ijedjetek, meg nem. Nem megyek-e kalandba, meg ilyesmi, csak egyszerűen annyi, hogy tényleg akkor nem kell végignéznetek. Azt hiszem, hogy csak izé van már. Night Only Quest. Mennyi pénzünk van? Azért az jó, mert hozza a pénzt. Hát ez lesz szerintem. Mindenképpen job, Night Only van. Nyomjunk egy előző izét. Egy ilyen infested cleared, jó? De ez a legnehezebb. Meg. Ezt kibontsuk. Franco. Figyelj, megnézem ezt az inventory-t még egyszer. És specifikusan. Hát pont az. Egyébként van izé, water filter. Ezt tudom egyébként, hogy megszűrni a vizet. De nagyon az nekem nem kell. Modok között nincsen valami fasz a modod? Ez mit csinál? Stamina? Mobility? Ez nem erős. Jó, hát nagyon nincsen nála olyan, nem? Várjál? Akkor itt kell lenni annak a túlnak is, hogyha benne van. Ami ugye ilyen... A izébe kell, a forge-ba kell. Várjál? Chemical Station meg ilyet, ezek nem szoknak árulni. Ez nem tudom, hol lenne. Supercharger mod. Top speedet növel, lol. De azt írja, hogy a te járművednek, szóval nincs meghatározva, hogy milyen járműnek. Van benzinel egyébként? Bazza, van benzine is. Jó, nem veszek, mert csak elcseszem, ez hülyeségre nem csesszük el a pénzt. Jó, gyerekek, még egy izét kipucolunk. Nagyon élvezem most, hogy azért nagyjából megy. Egyébként viszont, elmondom nektek, jóval lassabbak vagyunk. Ez a sprintünk. Ez.
Ez egy kicsit kellemetlen tud lenni, hogy ilyen lassan. Jó, menjünk motorra. Ha már egyszer pattantam rá. Vicces lehet az a Supercharger mód ezen a motoron is, gondolom, akkor jóval gyorsabb lesz. Jó, hát nem mondod, bazzer, nem is vettem észre. Most gondoljátok, hogy nem vetted észre, hülye bazzer, ott volt előtted. Jó, ezt még megcsinálom, ezt a küldetést. Í, bazzer, milyen ugratások vannak. Ja, jók, jók vagyunk. Még egy kicsit bátrabbak legyünk. Rengeteget módosított basszus ez a Riders-et. Azon, hogy mennyire bírjuk, nem? Azt így észreveszitek? Hogy tényleg nagyon durva. Ezelőtt úgy pofoztak el minket, kergettek a zombik körbe-körbe, bazzek. Most meg ilyen halál az a téma. Meg hát ez a ötös kalapács, ez nem rossz. Akárki akármit mond. Jó, akkor, hát rogy meg. Ilyenkor elvileg új más loot lett benne. Azért én gondoltam, hogy ezt így csináljuk. Hát, nem tudom. Itt lehet felmenni. Ez tök jó meg van csinálva, viszont. Madarak. Ezt lesz, mondom, leszedem így, hát nem megőrülök tőlük. Gyűlölöm őket. A tetőn van a kaja. Hát ez gratula. Itt lehet átkelni. Egyébként jó ezt a lámpát figyelni. Soha nem figyelem. Mert akkor így azért tudod, hogy merre lehet menni. Na, legyen. Lehet, hogy még craftolunk. Egyébként ugye, hogyha megvan már a fullos szeted, akkor onnan igazából nem nagyon kell semmit sem. Figyelj, leszarom, bemegyek be azért. Nem gép, ha nem bírja, ugye? Szoktunk volt mondani. Figyelj, mennyi piros pontik. Ennyi volt. Úgyhogy szerintem nem lesz ez a gond. Egyen jobbak lettünk. Meg hát folyamatosan jó, hogyha iszol kávét például. Ez bírta. Ez nem ilyen infested quest volt? Akkor hogy a francba vannak ezek, hogy itt sétálgatnak, csak lazán. És nem futnak. Már rendesen várom. Ja, meg írtátok, hogy zabáljak vitamint, azt akkor nem tudok megfertőzni. Azért hoztam egyébként a mézet, mert akkor egy simán betolok egy mézet, azt meg van oldva. Na merre kell menni, vagy mi van itt? Erre? Ja, erre. Gyertek gyerekek, mert itt van a radi csávó, ám öcsém, várjál. Hallod, egy hit radira, szó szerint egy hit volt. Mondjuk ez aztán nagyobbat sebzett, figyeld, mondjuk az előbb is megpofoztak, ugye? Jó, akkor egyel majd visszaveszünk. Viszont egy hitelte a radit, az mondjuk nem olyan rossz. Ott van benne a zombi, ott a héderezik. What? Két kutya együttéssel. Fasza lesz ez, fasza lesz. Ha nem félek. Nem szám, figyelj, nem érdekel, ha megütnek, komolyan mondom, hogy ott tartod. Brutális. Gyertek rám, nem érdekel.
És nem azt mondom, hogy nincs ennél jobb, de ebbe az élethelyzetbe, ebbe a szituációba, ahol most vagyunk, azon a napon, és ezzel a felszereléssel szerintem így lehet boldogulni. Na mi van még? Van valaki? Itt a főút, ennyi volt. Nem a... Mondjuk nem, ez megint nem volt egy túl nehéz. Egy Night Only-t be lehetne vállalni. Viszont... Tudjátok, mit próbáltam volna még ki ebbe a játékba? Mi a fasz? Nerd. Nerdös. Ezek több skill pontot ad egyébként, de szerintem nekem az izé a legjobb. A Raider. Gyerekek, amióta izé van, amióta hordom ezt az XP meg loot stage növelőt is, szerintem jobb a lootom. Megindult a helyzet. Na nézzük, menjünk igazából, mehetünk haza, vagy hova. Elmegyünk a becekléjel, azt vegyük haza, lehet, hogy bevállok egy Night Only-t. Most már nagyon megbátorodtam. Meg gondolom esetleg a bicikli annyiban jobb, hogy nem vonzza a zombikat. Mármint ennek a motor hangja értelemszerűen, gondolom van egy olyan, hogy... Szem lehet távolítani? Mit tudom én, szével vagy valamivel, nem? Gyere, bazz, egérgörgőben hülye vagyok. Nagyon Terminátor. De valóságban is így lenne, nem? Csinálna egy ilyen árbót magadnak, még az arcodod is egy ilyen nagy védő szar. Ezt akkor azért bírnád. Mármint, hogyha zombi apokalipszis lenne. Vagy pedig borsodba laksz, nem tudom. Ez a kettő opciót tudom elképzelni, hogy ilyen árborba bászkáljak. Így a borsodban, busz megállóban egy ilyenbe állnék, az tuti. De a buliban nem mennék el. Disco az ilyen Night Only Quest. Az a baj, ezt is már megtanultuk. 10 darab lockpicket lehet, hogy elrakjuk. Aztán akkor azért legalább azzal tudunk operálni. Van valami munkád még? Csak a Night Only, csak a Night Only. Az a baj, ezek már mind ilyen nagyon... nagyon lightosak. Francesen bele, most meg már túl jó vagyunk így hirtelenjébe. Jó, van lockpicking legalább. A motorban nem is raktam semmit, ugye? Ugye megint kipakol a keeper, annyi. Ezt még egyszer ezt megcsináljuk, meg lehet, hogy nyomunk egy Night Only-t, jó? És akkor ez igazából az arra is jó, hogy azért fejlődünk is okosba. De jó, ilyen a másik ládában van egyébként, kaptunk már. Lőszert sem érdemes olyan sokat vinnem magammal, mert úgy látom, hogy nem használom. Ez még elég lesz addig? Meg oda-vissza? Talán. Talán elég lesz. 15%, hát nem biztos. De elég lesz. Ezt még megcsinálom mindenképpen, és holnap szerintem, mondjuk a 35. nap, az egyáltalán nem zavar, mert ugye nagyjából kész a bázis. És azt fogjuk csinálni. Kaptam egy hammert, ezt el is felejtettem, amit ugye amúgy is craftolni akartam. Ezt a robot hammert. Jó, ez elég lesz, úgy látom, mert 12%. És ugye 15-ről indultunk, vagy mennyire van. Jó, hát ez még lazán, figyeld, úgy fogok végigrohanni. Mondjuk egy ilyet azért elfogyasztok vagy kettőt, ugye azt láttam, hogy lehet stackelni is. Tehát, hogyha kettőt benyomsz, akkor mit tudom én, ugye 6 percig tart, nem 3-ig. Jó, nem szarozunk, hanem tényleg, brutálba nyomjuk. Yeah.
Tényleg ízőbe. Sietősen. Na, jöttök, jöttök. Rossz irány! Nyomjuk neki! Innen is kijöd valaki? Hú, az milyen? Nomád. Gyerekek, dobja az jó cuccokat egyébként. És ezeket szerintem jó pénzért el tudnám adni. Most arra gondoltam, hogy egy idő után nem érdemes gyűjteni ezeket az alapanyagokat. Mi a fasz volt? Jön mögöttem, Dick. Hátba vett kétszer, 45 HP-re lementünk. Hát brutálisak ezek az emberek. Hát rendesen. Nem erről. Delipeti. Együtt. Mindjárt kilutolom, de itt rendet teszek, jó? Asszonka, jó bírja a verést. Lol. Nincs akarályba, az a nem lehet bírni kívülre, hallod? Ezt nyissuk ki. Szóval jól lutolunk egyet, gyorsan mondom, kiírtam a francba őket, de hát... Az a baj, hogy ez tényleg egyel visszamegy ugye ez a quest. Egy tírrel visszamegyünk. Szóval például még radik sincsenek. Ez egyébként minek volt? Igen, ez modhoz való, ezt mindig benézem. Jó. Menjünk tovább. Gyertek, legények, ugorjatok le, kifőr agyonver benneteket, pikpak. Nyugodjál már meg, hát ütöd a hátamat, itt a nagy vasba benne vagyok. Mit gondolsz, mi fog történni? Látszod, hogy béna vagy. Hát itt nem erre. Megvan a csoda dolog. És ki kéne pucolni még a területet, azt mondja. Ha tudnám, hogy merre van az. Merre vagytok? Zombik, zombik! Ezeket is átnézem mindig, ezekben egyébként soha nincsen semmi értelmes. Esetleg néha egy-egy kolya, de ilyen csont, meg ilyen romlott szendvics, ezeket annyira nem érdemes átnézni. Ez akkora időveszteség. Hogyha van is benne egy normális kaja, jó, most az egyszer kaptunk egy ilyet, de van is benne egy normális kaja, akkor is olyan, én már jobbakat gyártok, érted? Fölösleges. Jó, a krumpli az mondjuk jó a maghoz. Merre kell menni, bazzát? Már körbejártam itt mindent. Fönt az emeleten is voltunk, nem? Az emeleten kihagytunk valamit? Itt voltunk, várjál. Hát, ha valami erre itt köllött jönni. Hát a képő kitalálta. Na, gyertek elő! Ne izé, sumálkoljatok itt, bazza. Aha. Bocsász, haver, kiütöttem fölötted a izét a... Na. Hát maradjál már, moré. És még mindig nincsen kipucolva, elvileg még mindig van. Itt aludt a csávó, szerencsétlen, én meg itt neki mentem, mint ott az adjának. Hát ja, ez ennyi volt? Bazzel, valami még kell, hogy legyen. Hol vagytok? Gyerekek! Van izé, lockpikem 10 darab. Na? Ebbe talán valami... Igen, tudom, kellene csokit venni, vagy valami csodát, akkor 100%-ra gyitja. De keeper az nem... Na. Remélem elég lesz 10 darab lockpick. Na mi van benne? Hát ezért tényleg rohadt érdemes. Jó, gondolom random. Valahol hörög egy, de egyébként ilyenkor nem szoktam mutatni, hogy hova kell menni. Ha itten lefelrohangálok be, azért azt egyből nyomi nincsen.
Voltam. Lefele lehet mennyi. Erre végigmentünk. Itt voltam. Hogy valami pince van valahol. Itt is voltam. De egyáltalán minek érdemes kijönni? Nem érdemes kijönni. Voltam. Na, itt is voltunk, a konyhába is. Na bazze, hol a tökönben van még egy nyomorult zombi? Amelyik körög az szerintem egyébként kintről jön. És akkor nézzük meg itt még egyszer. Erre, hogyha eljövök, ez meg zárva bazze. Nincsen kulcs, nincs. És ez is kivedett. Jó, tett bele. Haver! Nyugi van! Öcsém, most ne haragudjál meg! Tisztítsd meg a területet! De hol van zombi? Én ezt nem hiszem el. Mit nem látok meg, vagy mi van? Oh, pince bazze. Gyertek sokan egyszerre, mert hiper unatkozik. Motoros legény, maradjál! Gyertek, sokan, még többen gyűjtek! Gyertek, nem jöttök! Jó, tudom, nem radig voltak, igen! De, azért, jó, minden oké. Na, gyorsan lootoljunk ki mindent is. Aztán mehetünk vissza, végre megtalálta bazza a Keeper a levezető utat. Gondolom, háromszor mentem mellette. VD40. Két lockpick. Ó, a legendary part. Na gyerekek, hatos izére arra elrakjuk. Valami hatos jó fajt az útra. És már nyithatom ezeket a szarokat. Lehet, hogy majd rakok a lockpickre, komolyan mondom. Mert van olyan egyébként, hogy nem törik el valamilyen szinten már. És ez ilyen tök random. Aha, úgy látom. De hogy már megint onnan újra kezd. 8-szoros szkóp térkép. Jaj, már megint megfogtuk az Isten lábát, bazze. Ebben a részben, bazze, nagyon jók vagyunk. Mégis csak érdemes lenne ezeket kinyitni mindig. Nem csak nem elcseszni a dolgokat. Ezt megláttam, rendesen rossz vagyok, komolyan ezeket a nyílvesszőket. És még shotgun messiás és láda. Jó, egy 8-szoros szkóp az fölvegy baza izére, AK-ra. Gyerekek, a szemét kilövöm ecseim a csávóknak. 2000, ez mi ez? Hangos bemondó? Ez mire jó? Gondolom hangosan bemondani valamit. Jó, van gyerekök, megszöröztünk mindent szerintem, csodák voltunk, ott van még egy zombi loot. Legendary parts, pont beszéltünk róla, hogy tök jó lenne. Ezt figyelj, meg is iszom azt a izét, lötyit. Aha, és nem tudom fölvenni. Megy. Itt besossantok, hát hogyha itt van a csoda dolog még. Csodálatos valami csoda dolog. Ma az a rongyok között volt egy izé. Egy olyan, ami körülött még nekünk. Egy ilyen legendary part. Ja, a térképet majd... Hát... Nem tudom egyébként ezeket a térképeket nem lehetne azt megcsinálni, hogy értelmesebb lenne az, hogy így mit tudom én, egy elrakod. És amikor már nagyobb loot stage-ed van, meg ilyesmi, akkor használod el. Nem lenne az értelmesebb? De mondjuk az lenne értelmes, hogyha húznék a reagba, mert... Mindjárt lemegy a nap. Igen, és le kéne adni a küldetést, meg fölvenni egy Night Only-t. Figyeljetek, Night Only-t csinálunk egyet, jó? Legyen bevállalósak, basszus. Egy Night Only, és ráadásul valami extra nehezet. Ugye akkor tényleg minden zombi futni fog.
Úgyhogy azt szerintem így adná. A végére még meghalunk egyszer. Lol. Viszont ezek az armorok, ez a set, ez böszme jó. És ráadásul izé is, ráadásul ötös set. Egy darab, most ezeket nézegetem, örülök magamnak. Egy cipőbb lenne, az is ötös lenne. Meg vagyunk elégedve, meg fú, egy hatosat összerakni azért, az már adná, nem? Meg ötös kalipácsom van. Hú, ezért is ki kéne próbálni ezt a 8-as zoom módot. Bár egyébként lehet, hogy az meg már túlzás. Na majd mindjárt meglátjuk. Várjál. Kiköpakolni megint ám. Meg azt kell csinálni, hogy így. Ezt nehogy kirakjuk. Mekkora tízi távcső dik az. Motorba tudja nincs semmi? Meg a beceklibe sincs? Nincs, jó. Oké. Okay. Leadjuk a küldet és felveszünk egy Night Only-t. Egyébként egy bucot nem tudom mi kellene hozzá, azt még jó lenne lecraftolni. Ja, izé, acél kellett hozzá, csak nem tudtam menni. 10 darab acél kell, és akkor elvileg majd, hogy nem meg tudom csinálni. Mi kell nekünk? Hát mindenképp ez. Adj egy munkát, Night Only-t. Itt van. Pont közel van, tehát jó lesz. Oké, okay, ezt megcsönkelje. Megnézzük az inventory-ba, kéne nekünk acél. Figyelj, ja, megvegyük mindent. Megvetjük. És, várjál, még valami kell nekem. Várjál. Nem vettük fel a izét. Nem vettük fel már megint azt a szemüveget. Lol, éjjjje. De egyébként úgy nem lehet bugoltatni a dolgokat, hogy eladod neki. Felveszed a szemüveget, eladod neki. Nem ugyanannyira adja vissza. Nem lehet vele kicseszni, hogy izém, hogy többért adod el, mint veszed meg, és akkor így üzletezze le. De gondolom nem. Nyilván nem. Ja, ebből kell egy. Duct tape kellene, csak szerintem duct tape-em nem lesz elég. Meg kell nézni, hogy van-e nála. És igen, tudom. Figyelj. Megyek a szemüvegért. Csak azért is, mert már tényleg nagy lecseszés lesz. Nagyon nagy. Az egy gyorsan már bezár. Olyan lassan megyünk egyébként ebbe az armorban, hogy az őrület. Hol a szemüvegem? Hol a szemüvegem? Ja, nem, a szélsőbe van. Gyorsan. Kellene venni duct tape-et. Ó, bazze, hogy a rosszabb nem ette meg ezt a szemüveget, most emiatt nem fogom tudni megvenni, megőrülök. Mikor zár ez? Jó. Mehetünk. Lecraftoljuk az utolsó armor partot, és akkor full 5-ösbe leszünk, persze? Akadja. Full 5-be leszünk, az tök jó. Viszont fel kéne vinni olyan dolgokat, amik kellenének ehhez. Meg igazából ami kellene, én ezt fölviszem. Fölviszem ezt a kaját. Az jó, az nem érdekel minket. Ezt fölviszem. Jó, fölvisszük ezt is. Ezt is fölviszem. Vigyük fel ezt is, hát hogyha nincs elég. Oké. Ezt is fölviszem. Meg a legendary parcot. Ó, hát egyébként van most elég sok helyem. Úgyhogy... Miért ne? Ez a sör. Ez megy a levesbe. Én nem tudom, ez a sörnek milyen telme van. De valahogy ezt nagyon nem élem. Jó, jöjjön minden is. Oké. Innentől már. Megyünk fel, azt megpróbálunk lecraftolni még egy darab ilyen izét. Még egy ilyen cumit. Várja. Hát pont a izét nem hozom föl. Egy murky water is megy.
pont a kitet nem hoztam. Egy darabunk van, komolyan. Igazán nem vagyok boldog. Egy darabunk van csak. Egyet lootoltam. Hova faszomba raktam? Vagy nem raktam? Vagy hova tűnt? Vagy már fölvittem? Vagy most csak egy darabot lootoltunk itt? Már bele vagyok keveredve. Én két órás gameplayekben elég... egyébként komolyan rendesen bele tudok keveredni. Mármint annyi minden történik, meg pörgök mind az állat, hogy néha elfelejtem. Igen. Igen. Szíjas agyi, és agyi meg fekszik a földön, de aranyos, nagyon melege van. Bazen ma is olyan meleg van. Ez egy vicc. Na nézzük, srácok, akkor először is várja ezt a hammert, ezt hadd rakjam le. Igaz, hogy csak egyes, de semmi nem jó, de viszont meg kéne javítani. És akkor tudok egyet megint ide pattintani. Majd ki kéne menni ide a szélire. Úgy. Az már, hogy az egy babás. Az egy babás. Még egyet le fogunk craftolni mindenképpen a zombi orda. Jaj, Isten, mennyi kacat, baze. Annyi kacatom van mindig. Ja, ezt meg föl kéne vedd el. Rohadt nem szemüveg. Ezt komolyan mondom, mint a leszkreppelebb, mert tuti, hogy mindig el fogom felejteni. De tényleg, annyira ismerem magam. Most tudok csinálni négyes íjat. Úristen, úristen. Jó, van még 10. Akkor kéne csinálnunk ilyen armor parcot, ugye? Mennyi van? Nekem van elvileg. Nincs. Van 4. Akkor egyet kellene csinálnom. És gyakorlatilag többet nem is kell. Oké. Okay. És akkor kellene nekem egy... egy boot. Bazze, le tudom craftolni a 6-ost. Tudnék craftolni, mert ugye van legendary parcom. Hogy rohadj meg? Ó, gyerekek! Megcsináljuk azt, hogy a... hát figyeljetek, az armorból biztos kellene az összes rész. Akkor az lesz. 6-os, és akkor megyünk végig sorba. Ugye craftolni nem tudok ilyet, 6-ost még, meg semmi másból, de ez így, akkor az ez. Viszont akkor még egy kell ilyen izé, még egy kell egy... Mi ez? Mi a neve ennek a valaminek? Armor. Crafting kit. Mert ugye izé kell, 6 kell. Jó, hogy vettünk acélt is. De jó. Vas. És bőr. Szelves craft. Bőr. És bazze, le tudom craftolni. Kurva jó. 6-ot, ne, Raider Boots-ot 6-ost. Fullost, bazze. Fullost. Várjál, rosszor annyi. Kipakolok ebből. Ebből is csak ez van, sajnos. Mori. Nincsen izé bootsba való. Szerintem egyébként rohadtul nincs. Ugye van az a leesés elleni, az is tök jó lenne, mármint hogy nem sebződsz. Jó, hát még van benne hely. Úgyhogy tök frankó. Ú, gyerekek, figyeld. Azt a 6-os, 5-ös. 6-os kellene, full 6-os set megvan. Igen, legendary parcot kell szereznünk, és akkor meg tudjuk a full 6-os setet csinálni. És akkor igazából ez nekem ilyen millire perfekt lesz. Amúgy izét is ad ez. Láttam ott plusz 6-at, ilyen fold image-t. Baza, és a kesztyű ad 50% mill weapon damage-t. 50%. Te 50%-kal nagyobbat tudsz, hogy ez a Raider Glowess rajtad van. De azért ütünk ilyen kurva nagyokat.
Ja, meg stun resistet ott 50%-ot csak a felső. Fú, Morel. Akkor ezért vagyunk mi itt ilyen nagyon OP-k. Na várj, ezt egyébként ezt meg akartam próbálni. Modi. Ez ki. Nem tudom rárakni. Ó, ezt akkor csak Ja, ezt csak tudod mire tudod, rifle-re tudod rárakni. Hát akkor azt így jártunk. Na jó van gyerekek, elbúcsúzom szerintem, kipakolok. És akkor, persze éjszaka Night Only küldetésről volt szó mi. Akarjátok gondolom a Night Only küldetést? Hát én is akarnám, megmondom őszintén. Nagyon gyorsan, akkor pakoljunk ki valamennyire. Ó, te fiú. Ó, te fiú. A Night Only küldetést még le kéne tolni, nem gyerekek? Az lenne így a habatortán. Habatortán. Rá vagyunk itt függve mindenre is. Na, szelves craft. Bazdmeg. Na hol, mit kell? Oké, okay, szelvetlen craft. Az a baj, hogy itt... Ez mind... Ja nem, ez nem jó helyen vagyunk. Jó, itt van egyébként hús is. Néha berakok olyat is, ami nem kére. Tudom. És akkor utána megkereshetem. Létonhoz viszont kellene még egy pár lőszer. Mert lehet, hogy el fog szabadulni a pokol. Az armorhoz meg ezt a bakancsot berakjuk, azt majd leszkrepeljük, vagy valamit csinálunk, de most egyelőre nem az a legfontosabb. Gyógyszerhez... Ide rakom ezt. Meg ezt, meg ezt, meg ezt. Oké. Okay. Pia alapanyag. Kaja alapanyag. Készpia. Mag. Igen, ezt a indulunk is, bocsánat, hogy itt a tökörészek, csak akkor már legyen elrendezve normálisan, tudod. Milyen telme lenne az egésznek, hogyha ez a bandage-t ezt kirakjuk. Egyébként kéne egy olyan láda, amit így... Csak... Jó, ez szerintem maradhat, nem? Meg van pia alapanyagunk, kávénk. Oké. Okay. Itt egyébként mi a szituáció? Semmi, ugye? Itt be van már olvadva? Akkor ezt kikapcsoljuk. Úgy gyerekek, be van 12.000 darab clay, iron, rész is, minden. Oké. Okay. Akkor induli van. Nekiugrunk a dolgoknak. Kajám nincs is nálam, de van egy ilyen kajám. Jó. Oké. Okay. Ezt a Night Only Questet ezt megpróbáljuk megcsinálni. Bazze, nehogy azt mondjátok, hogy oda kell menni. Azt elmondom nektek, hogy az egy katonai bázis. Az egy katonai bázis. Az egy katonai bázis lesz. Jó, hát ez izgi lesz így. Hoztunk mindent? 5-ös, 6-os cuccba vagyunk, Raiderbe. Ez nagyon cool! Ez egyébként a legproduktívabb rész eddig, én úgy érzem. Nem? Mármint így haladás szempontjából most nagyon meghaladtuk a dolgokat. Jó, igen, tudom, fogok csinálni egy izét, egy... Szekercét, vagy mi az? Csákant! Vascsákant, mert az a téktelenkedik. Meg egyébként kést is csinálhatnék. Ezeket mind egyébként jó lenne megcsinálni. Csak amikor így pörög a gameplay, akkor néha így el tudok feledkezni néhány dologról, de most egész összeszedettek voltunk. Figyelj, 6-os Raider setünk meg lenne, akkor onnan már azt így el lehet felejteni, és pont Ferike mondta, hogy nézett mást, és ő neki ilyen töménytelen mennyiségű volt már a armor. Hát ő meg armorra akadt részt, meg ilyen. Hát ugye, hogyha egyszer lekraftolod mondjuk a legjobbat, akkor onnan már igazából végtelen számú. Lehet, és az fölösleges is. Itt a bejárat erdek. Na gyerekek, akkor készüljünk. Night Only. Rohadt sokan jöhetnek. 4-es, 5-ös szint. Úgyhogy gratulálunk bazza. Keeper, te hülye vagy. Próbáljunk meg dinamikusan. 2 darab vizet is benyomok. 2 darab kávét is. Az kitart egy darabig. Na gyerekek. És próbálkozzunk Millivel haladni. Azt! Mi a fasz? Mondja valaki azt, hogy nem hatékony.
Így már hatékony szerintem ez a fegyver. Hát meg úgy, hogy mintől egyet sebződsz. Azért az se egy rossz dolog. Jó, egy izét, egy lámpát kapcsolok, igaz, hamarabb észrevesznek minket gyerekek, de mindent a szórakoztatás oltára. Azért gratulálok. A kurva... Ne! De nézzétek meg a sebződésemet. Hogy full HP-n vagyunk. Oké, a kajam is dobja. Mi a... Hol üt valaki valami? Az a baj a kívülről is, hogy a betámadnánk. Fölnézzünk ilyen helyekre? Hát ha. Egyébként itt eddig soha nem volt semmi. Hó. Most van egy kis... Juka juice. Azt is megisszuk. Meg a macska kaját is megisszuk. Szét legyünk buffolva. Egyébként, ja, egy idő után szerintem arra is rá kell függenünk, hogyha már minden megvan. Hogy... Ugye ráfüggünk arra, hogy ugye mindig nyakig buffba menjünk. Hát ugye egy idő után nem tudsz fejlődni az itemektől. Akkor azt kell csinálnod, hogy milyenekkel próbálsz. Oda néz, kettes magnum. A magnum lőszerünk annyi van, mint a sár. Esetleg ide, akkor hord, akkor majd fejbe lövöldözöm vele az embereket. Bár úgy, hogy nulla van pakolva pisztolyszkire. Na, ez kívülről, belülről nyílik. Akkor valószínű itt lesz a főlút, azt így tudsz kijönni vissza. Ilyenkor általában megkerültet. Ja, night only. Viszont megvan ugye, hogy mit kell csinálni. Gyertek rám! Ne szórakozzunk itt! Mi van? Mi csináltatok, gyerkőcök? Gyűjtök nekem, e? Mind a bolondok. Kell föl, ennyit tudsz? Ennyit tudtok? Ennyi? Hát komolyan mondom, gyerekek, le vagyok izajelve. Le vagyok sújtva, vagy. Hú, de élvezem. Élvezem ezt a szabadságot, hogy amit ad ez az armor. Ezt nagyon élvezem. Tényleg, komolyan. Ja, ez várja, ezt valahogy ki kellett nyitni. Ugye ilyenben voltunk ezelőtt. Valami karral. De ez hol volt? De ez pont egy ilyenben volt és hátul. Érdekes, hogy mi van most? Mi? Ja, itt tudunk. Feksző alszó? Oh. Na, itt lesznek rengetegen, ugye? Gyertek, baza, gyertek, barátaim! Gyertek rám! Egyébként a madár a legidegesebb több. Halál komolyan, mert nem találod el egyszerűen. Ezek meg olyan pördülnek az ütésektől, hogy esélyük nincs. Madár a legidegesebb több, tényleg. Jó, nem sebez nagyot, de gondolom meg tud fertőzni elég rendesen. Jó, ezekben a tornyokban semmi nincs. Nincsen semmi a tornyokba. A keeper tiszta, ott romba. Máma. Hú vagytok? Üssé! Lol. Nagyképű bukkó lettem, tudom most. Hogy megvan a Raider Armorom. Ja, meg ez a kalapács konkrétan nem használódik el. Ugye, ötös szintű. És nagyon-nagyon lassan használódik, főleg meg is van modolva, azt hiszem. Na itt volt benne az a kapcsoló, ami nyitja az ajtót. Na. Nyugi van, Bobby Boo. Hát ez nagyon beteg, jó.
Megkapcsoltuk a God Mode-ot, gyerekek. Megyünk végig, kalapácsa, verünk le mindenkit. Nem gondoltam, hogy ennyit jelent az Armor egyébként. Az abban játszottam egy csomó játékkal, például olyannal. Ja, ezeket most ütötte vagyok. MMORPG-kkel, na ezt kell ezt elindítani, ahol konkrétan az Armor nem ne... Mi volt ez? Az Armor nem ennyire volt domináns, mint ebbe a játékba, és ez eléggé fura. Nehogy már itt 20-szor kell neki állnom izajni. Ne, elindítani ezt. Meg volna. Na most azt jönnek egy Raedlivel biztos. Hadd üljenek. Állok elébe. Hú, Aradik. Aradi, végre valami kihívás is lesz. Jaj, lefutott 140 a HP-m. A rohadt életbe. Húha. Jó. Na 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 na. Hú, de nagyképű voltam. Ugyan nagy képű volt a baszek. A kutya zavar egyébként. Lassúak vagyunk gyerekek. Mi van már? Lassúan vagyunk, nem tudok futni, úgyhogy ez egy kicsit necces. Jó, nem nagyon vertek agyon minket. Egyszer kellett vérzést találítanom, azért azt bekapta a keeper. De, ötös kés, jaj de jó, végre ez is eltűnik azonnal, és akkor már ötös végig. Ja, ez kicsit fájdalmas volt, nem volt baba. Nem, ezzel nem tudsz futni ezzel a Raider Armorral nagyon. És ez problémát tud jelenteni. Nem is kicsit. Nem tudsz vele futni. Szóval ez nem az a mutatvány, hogy így rohangálsz. Mondjuk lehet, hogy még van olyan perkemk, amire tudnánk pakolni. Ezt az előtt is... Mi volt ez? Ja, ebbe volt valami értem... Jó, legalább van egy kis kihívás. Sikítós. Radi sikítós, ami radikat vonz. Jaj, de jó, imádom! Sziasztok! Jöjjenek a radik is! Itt a buli! Jártek csak, jártek! 5000 XP-dik. Hogy de szeretem! Ezeket a fogzombikat viszont nem szeretem, mert folyamatosan lefele kell nézned és úgy kell ütned. Hello, szia. Bocsánat, ennyi volt, köszönöm szépen. Nagyon jó volt. Ennyi, már hozzá vagy, valami legyen veled. Itt volt valami ezelőtt is ilyen fegyveres vagy ilyen lőszeres tudsz, azt mondom ki akarom... Na végre! Egyébként nagyon lazán, nagyon lazán. Night Only Quest, kalapács, jó a gépfegyvert azért mozgósítottam. Leginkább a kutyát akartam lepucolni, mert az rettent idegesítő, meg ezek az alacsony zombik, amiket ugye nem tudsz normálisan fejbe vergetni, mert így kusznak, másznak, meg így bújnak a lábait közé, nem tudom mire számítanak, hogy mi fog történni. No.
Na megint bazza jönnek. Szerintem így olyan szerencsétlen, hogy bekapok még egy-két ilyen hordát is így, hogy nehogy jól érezzem magam. Te Isten! Ezeket tök jól lehet szedni, mert ugye felmagasságot kb. Tartod, aztán ugye eltalálgatod őket. Akkor van ciki, hogyha fölmész valami tereptárgyra, és ugye akkor... Így, hogy mondjam... 18 méter. Ja, itt van egy ilyen weapon. Hát... Ezeket mind utálom. Na nézzük, hogy mi van. Én azt nem értem, hogy hol van itt a főút. És ezelőtt is ugye az volt a probléma, beszélgettünk arról, vagy írtátok, az előző rész alá, hogy nem találtam meg a főútot. És igazatok van rohadtul, de hol a faszban van? Hát ez itt lesz, hallod? Ezt meddig tart kiverni? Menj a francba, itt várja a kapcsolót mutatja. Jó, tudom, kapcsoló volt, bocs. Na? Jó, hogy nem már föl se érsz a lépcsőn, azt már izé ütöd be az a fejemet. Már nyomok egy... Azt csak egyébként a izé miatt tolom, ugye? A stamina boost miatt, hogy legyen stamina boostom bőven. Figyelj, ezt így... Mekkora full lenne, ezt így bedobnám neki. Ja, hogy ez így? Ó, azt a betyár, hallod. Itten vannak jó dolgok, úgy látom. Hú, legyen valami jó. Most őszinte, itt vannak a nagy fegyverek, azt ad egy ilyen szart, érted a semmit. Meg egy kettes pisztolyt, meg ilyen hülyeségeket. És ez meg ki van lootolva, bazán? Nem én lootoltam ki, mi ez? Üres páncélszeg. Hallod, ez volt a fő loot. Gratulálok, nem? Gratulálok a készítőknek. Ja nem, nem az volt a fő loot. Látom, hogy van itt még egy két dolog. A keeper szeme meg nagyon forog. Na, van lockpickenk. Lockpickenk. Viszont... Meg kell hagyni, gyerekek. Fullos lett a karakter. Fullosos. Az igen. Az igen. Na és ebbe? Ű, ez micsoda? Ha? Baura való... Pénz! Csillog a pénz karakter, vagy a karakterem szemébe. Jó, hát itt van egy-két dolog. Nem, meg kell hagyni. Ezelőtt meg kell... Lehet, hogy... Ja... Ötös nyíl. Jó, de kár, hogy egyébként nem snake-elek. Most ezt bírnám. Jó, hát úgy látom, hogy... Ennyi volt. És igen, itt nyílsz. Jaj, je! Stripper csaj! Bugyellárisos stripper, várjál már. Nem azt néztem, komolyan. Oké, meg vagyunk. Szerintem úszhatunk a rákba. Tele vagyunk, mint a győri busz. Van egy ilyenünk. Szóval majd kipróbáljuk azért. Várjál, kipróbáljam? Kezdjek itt lövöldözgetni? Biztos jót tesz. Jó kis magnum, ennek biztos jó nagy hangja van, hallod, ide jön még a... Ez nem is szar. Csak az a baj, ez hat lövés. De ezzel azért lehet így izélni, durroptatni, mi? Ez jó, ez jó. Csak kár, hogy ugye megint nincsen rá pakolva vagy büdös skill pont sem. De majd mindjárt kipróbálgatom. Betámadunk, mert 2 óra van gyerekek, nem sokára le is adhatjuk a questet. Jó, ez a Night Only, ez tök jó volt, ezt élveztem, nem tudom ti is. De, ja, jöttek jó sokan, meg azért jött Sikitos Radi, meg jött Radi megint, meg jött amúgy is Radi, meg jó sokan, meg mind futott, aztán tök jó elboldogultunk. Nem töltöttem semmi HP-t, 136 HP-n van még mindig. Jó, egyébként az elején ugye még a kaja nyomta egy kicsit, de utána már nem. Tök frankó volt, srácok. Jó, nem is nagyon kell kipakolnom, meg azt hiszem, hogy akkor még tudok is fölvinni dolgokat. Ez tök jó. Szuper. Jó, fölmegyek, srácok, kipakolok meg minden, meg lejövök még egyszer, fölhordok mindent, és akkor onnan tudjuk folytatni.
Hát holnap zombi horda lesz mindenképpen, meg... Meg csinálom questeket még, mert úgy látom, hogy egész jól jönnek a izé. Jól jön az XP, jól jön a... Ah, várjál, mennyi? Egy darab skill pontunk van, már a keeper gondolkodik, mire költse el. Erre, már nem tudok, erre se tudok igazából, már kijönnek azok a dolgok, amik igazából nekem úgy olyan jók, ugye? Machine Gunnert is majd ki kell húzni, de egyelőre nem. Ó, a pain tolerance. Csak ugye ide fortitude, ezek a 10-es. Healing faktor. Ezt a healing faktort is tök jó, mert ez egy az, hogy saját magad híleled folyamat. Maximumon az egy HP-t 5 másodpercenként. Menjünk fel, fura hangok vannak. Ja, ezt a healing faktorra fogok rakni komolyan. Most ez egy ilyen hirtelen meg... Mert jó, hogyha folyamatosan healelődsz. Ez nagyon jó, meg ugye ez is már ki van elég húzva az ág, szóval azt nem kell pluszba húzni. Jó vagyunk. Szuper, én nagyon örülök. Tök jó, nagyon jó haladtunk. Ötös kalapács, ötös szett, plusz ötös hatos szett, mert ugye már a cipőnk hatos. Ez nagyon jó, nagyon. Nagyon élem. A pisztoly az különben de rossz. Halljátok, ezt 10 évben fogom használni. Az lesz. Tudjátok hol? Tudjátok, hogy hol szerintem. A... Hord, akkor ezt fogom használni. Komolyan, ezt fogom használni. Szerintem az tök az. Ez egy ász cucc. Jó, elbúcsúzok. Kipakolok gameplay-en kívül, gyerekek. Aztán... Innen várlak benneteket. Nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok. Szerintem tök jó haladtunk. Írjatok majd kommentet, jó, úgy le kell szüretelni is. Jaj, de jó. Na, sziasztok!